Jó estét kívánok! Mindjárt elkezdjük a magyar tanulmányi, magyar nyelvű KES tanulmányi csoportnak a május 12-e péntek este 8 órai találkozóját. És türelmet kérek, hogy még egy páran még jelentkezni tudjanak, akik korábban jelezték, hogy jönni fognak. Jó estét kívánok! Sándor Bágy. Pillanat, itt úgy látszik, valakinek meghívót kell küldjek külön, hogy jöjjön. Jó estét az újonnan érkezetteknek is. Már így huzamosabb ideje nem találkoztunk az interneten. Volt egy kis tavaszi szünet, és ugyanakkor volt még elég sok egyéb teendő, és van is folyamat. Na, még valaki beérkezett. Szép jó estét! Jó estét! Közben voltunk Rómában, volt két konferencia, az egyik a KES Alapítvány űrhajózási intézetének a tudományos konferenciája, az volt három nap, és utána még volt két nap az egyetemes tanácsnak a konferenciája. Mindkettőn részt vettem, nagyon sok érdekes dologról volt szó, nagyon zsúfoltak voltak a napok, délelőtt, délután is evédszünettel vagy kávészünettel megszakított folyamatos előadások voltak. És talán az egyik legkiemelendőbb része az, ami valószínűleg még nagy vihar fog kavarni, nagy port fog kavarni. Brazíliából érkezett dr. Rodrigo Vilda Sola egy bemutatót tartott egy daganatos betegének az esetéről. Dr. Rodrigo Vilda Soláról tudniuk kell, hogy ő régóta orvos, több évtized tapasztalattal, plasztikai sebészetben specializálta magát. És volt egy hölgy páciense egy melldaganattal, mellrákkal. Miután kórházban biopsziát, tehát szövettani mintát vettek tőle, rohamosan elkezdett növekedni a daganata. Nem mutatnám be, nem szívesen mutatnám be a videót, mert erről van egy videó is képekkel. Annyira megrázkodhatóak azok a képek, tehát nem szeretném, hogy egyeseknek kellemetlen érzést mutassak ilyen orvosi képek bemutatásával, de van link, meg valószínűleg többen már látták is ezt. Több helyen fenn van YouTube-on, Vimeon. De egy normális női mell megnövekedett így körülbelül ilyen 3 kilósra. A hölgynek fájdalmai voltak, nem tudott éjszaka aludni, közben egy 6 hónapos gyermeke volt. A felajánlott kemoterápiát nem merte elvállalni. Helyette alternatív megoldásokat keresett. Dr. Rodrigo Vilda Solához fordult. És tudni kell, dr. Rodrigo Vilda Sola régóta részt vett a KES Alapítvány űrhajózási intézetnek az egészségügyi tanfolyamán, ahova csak hivatásos gyakorló orvosok léphetnek be. Tehát rendelkezett a megfelelő tudással, ugyanakkor ő az, aki többféle plazma egészségjavító készüléket
épített. Tehát van olyan, ami be kell állni panelek közé, ahol több ilyen egészségügyi magra van beállítva a különböző mezőkre. Egyik része az le van vezetve egy sósvíztartályba, hogy amit kivon, azt valahova el is vezessék. Ugyanakkor készített egészségügyi készülékeket, mint plazmavízzel működő lélegeztető készülék, tehát egy cső, amin lélegzik az ember, közben a széndioxid, cinkoxidnak a plazmájának az energiáját kapja a tüdeje, valamint készített olyan gyűrűkből, mint a hulahokkaika, ilyen körbe gyűrűkből, egymásba tett két külön-külön nanobevonatot csövekbe helyezett különböző mértékű plazmavízzel. De ugye az első dolog, tudni kell a daganatos megbetegedésektől, hogy nagyon nagy részében, nagyon nagy részükben, tehát több mint 90%-ukban lelki okokból származnak. Tehát olyan föl nem oldott konfliktus helyzet, vagy erős stressz, lelki stressz érte a beteget, hogy gyakran a daganatnak a helyzetéről meg lehet állapítani, hogy most éppen milyen lelki okról elvezethető vissza. Tehát ha valaki olvasgat az interneten az új germán medicinát, csak ezzel a résszel foglalkoznak, és nagyon részletesen. Dr. Rodrigo Bildosola előadásában is benne volt, hogy itt az esetben a bal mellen volt a daganat, és akkor tudjuk, hogy a jobb mellen van a merdák, akkor partnerrel való konfliktus áll mögötte, vagy hogyha a bal oldalt, akkor anyafiú komplexus. Gyermek és anya közötti konfliktus. Most itt, aki a daganatot kapja, az lehet vagy a gyermek, vagy az anya. Mérnát Alakulik is hozzátette, hogy aki több tapasztalata rendelkezik a térre, az már a tumor helyéből már azt is meg tudja állapítani, hogy az első gyermekével, másodikkal vagy harmadikkal való konfliktusból származott a daganat. Hát ilyen lelki lélektani programok állnak mögötte, hogy mik hozzák ezt össze. És tudni kell, hogy amikor a daganat elkezd dolgozni, akkor mindig valamilyen fémes elem van a szervezetben, ami a magját képezi annak a daganatnak, és e köré már a szervezet többi részében energiát elvonva elkezd növekedni az az elburjánzó rész. Nagyon gyakran a rákos betegek nem a daganatba halnak be, hanem attól, hogy az energiájukat elszívja az a bizonyos daganat. Bemutatott dr. Rodrigo Vildosola, tehát egyrészt ezt az lelki okot is kellett kezelni. A másik meg bemutatott dr. Rodrigo Vildosola a bemutatón egy rajzot, egy diagramot, táblázatot az emberi testnek az összetételéről. A Wikipédián megtalálhatják az emberi test vegyi összetétele. Tehát legtöbb van hidrogén, nitrogén, oxigén és szén. Ezek a súlyban az emberi szervezetnek a 96%-át teszik ki. Tehát nagy részük például, mint aminósavak, egy része pedig, mint víz. Aztán vannak még további elemek is. Tehát ahhoz, hogy megtalálják, hogy melyik az az elem, ami a problémát okozza, a daganatnak a magját adja, ahhoz részletes vérelemzésre vagy hajszálelemzésre van szükség, hogy megtalálják, hogy a szervezetben milyen arányban vannak a vegyi elemek. Tehát itt főleg fémeket keresnek, tehát olyan, hogy fémek, meg alkálifémek, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, cink, réz, de minél többen arzén, nehéz fémek, például ólom, vas, tehát ezeket mind kielemzik, és amelyik fémnek a szintje megugrott a normális szinthez képest, valószínűleg az az, ami az energiát adja a daganatos megbetegedésnek. Most a plazma technológiával el tudjuk vonni azt a
térerősségű energiát, ami azért a fémér, és megdöbbentő eredményeket tapasztalunk. Itt ebben az esetben a kalcium volt, nagyon gyakori eset egyébként, hogy mellraknál a kalcium adja a ráknak az alapját. Így dr. Odigovirdo-Szalá készített egy külön kalcium-ganz anyagot. A ganz anyagot azt ki lehet vonni például tojáshéjből, csirkecsontból, vagy az úgynevezett szépiacsontból. Van egy ilyen tintahal, amelyeknek van ilyen csontja, a tengerparton lehet felszedni, az is nagyon jó. Ebben az esetben ő csirkecsontokat használt, ezeket többször megfőzte ecetben, hogy megpuhuljanak, utána pedig luggal kezelte, hogy egy nanoállapotba vigye át azokat. Megvan a teljes bemutatója, csak szükség lenne pár segítő kézre, hogy ezeket a prezentációkat sikerüljön lefordítani magyar nyelvre is. Tényleg kicsit korlátozott. Tehát külön ganza anyagot alkalmazott. Mielőtt elkezdte volna az egészet, beszélt az asszonykával, és ajánlotta neki, hogy álljon be egy pár percre a készülékébe, tehát ahol két panel van elő-hátul, ilyen magraf tekercsekkel, és felmondja a tapasztalait. A nő jobban érezte magát, tehát múltak a fájdalmai már ettől. Másnap visszajelzett, hogy tudott aludni, és utána kapta a megfelelő eljárást ugye a vérvizsgálatok eredményeként. Kellene rajzoljak egy kicsit. Pillanat. Tehát itt az eset úgy nézett ki, hogy ha itt voltak a karok, akkor itt volt az egyik mell, és itt volt a megnagyobbodott, hatalmasra duzzadt mell. És a daganat az ezen a helyen volt, ezen a helyen volt a központja. Hogyha egy bizonyos... Halló? Igen. Ja, bocsánat, jó, köszönöm. Elmozdítottam, és akkor megszűnik a megosztás. Köszönöm, hogy tetszettek szólni. Jól van, köszönjük. Kérem. No. Egy szimbolikus figurát azért rajzolunk oda. Lehessen tudni, hol van kezelágon, stb. Ilyen tapaszokat használt, amit ugye mi is szoktunk készíteni, hogy egy műanyagtasakba ganzzal átítatott, ganzzal vagy ganzvízzel átítatott szövetdarabot, textildarabot helyezünk be, vagy itatóst. Úgy készítette el ezeket, hogy elsősorban, hogy adjon megfelelő támogatást a szervezetnek, tehát használt hozzá széndioxid és egyrészt széndioxid és három rész, elnézést, egérre nem olyan könnyű rajzolni, mint ceruzával, cinkoxidot. Ezt mindenképpen, hogy az emocionális részt erősítse, és utána a kalcium ganzt készítette el, és ezt is használta, és úgy készítette el a tapaszokat, hogy az egyik, az A tapasz, meg a B tapasz, hogy az egyik sokkal erősebb legyen, mint a másik. Tehát, hogyha az A a gyenge, a D az erős, ezt hogy tudjuk csinálni, hiszen ugyanaz a térerője van, ugyanaz a térerőssége van a ganz kombinációnak, viszont tömegre tudunk többet adni. Hát azt tudjuk, hogy plazmánál mindig az erősebb táplálja a kisebbet. Tehát innen kerül át az energia, az erősebből a kisebbe. És így ezt úgy helyezzük el, hogyha
hogyha itt van egy emberi test, profilnézetbe próbálom rajzolni, elnézést, nem lett túl művészi. Például, hogyha háton itt van egy problémás részt, amit gyengíteni akarunk, akkor egyiket elől, másikat hátul használ. Tehát, hogyha önök készítenek ilyen plazmavizes tapaszokat, akkor mindig párosba készítsék el, úgyhogy az egyik erős, a másik gyenge legyen, és azt külön meg kell jelölni rajta. Kell tudni, hogyha az erős a gyenge fele hoz létre áramlást, akkor valószínűleg ugye a daganat felől, vagy a gyengítendő rész felől tesszük a gyengét, és a túloldalt az erőset. Mert hogyha ez létrehoz egy áramlást az erőstől a gyenge fele, akkor a problémás részt akarjuk gyengíteni, akkor azok az anyagok ne egy nagy utat, hanem egy kis rövid úton kerüljenek a másik fogadó tapaszhoz. Tehát ebben az esetben a daganat méretei miatt, meg ugye mellkas itt így helyezték el, hogy a mellnek a két oldalán. És ide az erőset, a másik oldalra a gyengét, tehát a közelebb a daganathoz. Közben kapott plazmavizet, hogy erősítse, tehát egy személyre szabott, abszolút személyre szabott protokoll szerint, és bejárogatott a magrav készülékre is, és hihetetlen dolgok történtek. Tehát egy 3 hónap alatt, mondom, a fényképeket nem szívesen mutogatom, mert eléggé volt, aki utána nem tudott aludni. Tehát azt lehetett látni, hogy elkezdett csökkenni a megduzzadt mell, és a szószoros értelmében darabok, tehát kilukadt, és darabok estek ki belőle. Ez vérzéssel járt, ezért az asszony kellett, hogy járjon a kórházba rendszeresen vérátemlesztésre pótolni az elveszített vért. És 3 hónap után ennek a mérete teljesen visszahúzódott, tehát már valami ilyen kevés maradt. Na most ebben a pillanatban dr. Rodrigo kérte a kórházban az orvosokat, hogy készítsenek még egy, ez 3 hónap után volt, készítsenek még egy szövettani vizsgálatot. Nem nagyon akartak az orvosok, azt mondani, hát minek, hát rákos. De azért készítsenek. Elvégezték a vizsgálatokat végül nagyon szólásra, megállapították, hogy rákos sejt már nincsen. Még az elején egy nagyon agresszív rákforma volt. Tehát megszűnt a rák. Vér is tiszta volt, így minden rendben. Tehát megszűntek a fájdalmak, szépen hegesedett. A probléma most csak az, hogy valószínűleg egy plasztikai műtéttel pótolni kell a mellből a hiányzó részt. Szóval erről van egy ilyen 50 perces előadás a dr. Diga Vilda Szolára, megpróbáltam önöknek ezt egy negyed órába úgy összefoglalni, hogy körülbelül miről van szó. A videó megtalálható, angol nyelven, több nyelven készítettek már feliratot hozzá. Mondom, aki akarja, azt megtalálja, ilyen orvosi képeket nem szívesen mutogatnék nyilvánosan. Nem mindenkinek könnyű azt megnézni. De megnézhetik a képeket, aki erős idegzetű, megdöbbentő. Na most itt az érdekes dolog az egészségi alkalmazáson kívül, amire később, amiután ezt azt hiszem a 170. vagy hamarabb volt egy külön rákgyógyításról szóló előadása, menetalakolikesnek, tehát megoldás a ráka, nem gyógyítás, hanem olyan körülményeket hozunk létre, hogy a szervezet rendbe tudja hozni magát. Tehát volt egy ilyen megosztás, és hozzátette, de még Rómában is, hogy ezáltal, amit láttunk itt, hogy 3 hónap alatt, hogy átalakult a test, tehát sebészike nélkül. Ez arra mutat, hogy űrutazás során
milyen hamar tud egy mutáció létrehozni, hogy a testünk alkalmazkodjon az adott környezethez. Tehát itt a földbolygón, itt 1G-s gravitációnál adott hőmérsékleti tartomány van, ez a forma test, ez így nagyon alkalmas. De mondjuk már a tenger mélyén már nem volna, vagy hogyha egy másik bolygóra mennénk, ott már más gázok vannak, más gravitációt, lehet, hogy teljesen más alakot kéne fölvenni a test. Tehát várható az a jövő űrutasainknál, hogy nem a testet kell becsomagolni egy szkafanderbe, hogy majd ott idegenként, vendégként úgy járjunk az utcán, hogy egy hatalmas szkafanderbe, meg oxigén levegőpalack, légpalackkal, meg egyébbel, hanem azt tudnunk kell, hogy az emberben a mintát a lélek adja, és a lélek nyilvánul meg a testiségben, a fizikai valóságban, úgy, hogy az emóciókon keresztül hozza létre a testet. Tehát az emóciók szűrőként hatnak. Ez éppen olyan, mint amikor látjuk, hogy a fény az mindenhol fehér, de ha egy szűrőt teszünk elé, akkor az lehet zöld, vagy piros, vagy kék, vagy egyéb. Tudunk róla, hogy várható ez a mutáció, ez az átalakulás. És érdekes, itt a Földön itt, ezeket a változásokat némelyik élőlény nagyon könnyen és gyorsan tudja végrehajtani. Gondoljanak például egy kameleonra. Ismerik a kameleont. Egy kis gyékocska. Faágakon szokott lenni. Ilyen szép nagy, két nagy gyűlő szeme van, és van egy ilyen hosszú nyelve, amivel elkapja a legyet, pillangót vagy egyéb rovarokat. Na most a kameleonról tudjuk azt, hogy ez a gyíkfajta, amikor veszélyhelyzetbe kerül, akkor nem elbújdosik, meg nem összehúzza magát, hanem egyszerűen másodperc alatt megváltoztatja a testszínét, terepszínűvé változik, hogy láthatatlanná váljon egy támadó előtt. Talán egyik okosabb, mint mi vagyunk, hogy mi néha szenvedünk a bőrünk színe miatt, pedig lám egy gyík ezt meg tudja, egy kameleon ezt meg tudja oldani, egy másodperc alatt olyan emóciót vesz föl, hogy megváltoztatja a színét. Nem én értik, miről van szó. Na most ez az orvosi tapasztalat, ez pedig megmutatja nekünk, hogy nagyon rövid idő alatt létrejött ez a mutáció. Nem kell nemzedékek elteljenek, nem kell hosszú évek. Néhány hónap alatt a test ebben az esetben ugye növesztett egy 3 kilós mellett, ami ugye daganat formájában jelent meg. Reakcióként valamilyen lelki állapotra. És utána pedig ezt visszatudta sorvasztani, vissza tudta hozni egy normális méretre, nagyon rövid időn belül. Tehát itt vannak érdekes tanulságok. Kérdések vannak-e? Várom a kérdéseket. Hogy szeretnék mégis, hogy mutassak pár képet, csak előtte így el kell takarjam az érzékeny részeket. Igen? Kérdések? Hozzászólások? Nem tudom, hall-e Sándor? Igen, tökéletesen. Jó, üdvözlöm, Virág vagyok. Üdvözlöm, kedves Virág. Kérdésem lenne, ugye az elején volt, hogy kalcium lerakódás okozta ezt. Igen, tehát a lerakódás... Többlet, kalcium többlet, vagy hiány? Tehát, nem, ez többletként jelentkezik, amikor vizsgáljuk, tehát a szervezben megnövekszik a vérbe, a szövetekbe a kalciumnak a tartalma, és az valahol majd egy daganatot hoz létre. Értem. Csak azért kérdezem, mert egészségügy is vagyok, tehát ezért kérdeztem. Értem. És kérdésem volna, hogy életmódbeli változás kellett-e a hölgynek?
Természetesen. Tehát, hogyha a kalcium táplálja, a tumort, akkor óvakodni kell a kalciumba, vagy kalciumba és magnéziumba gazdag élelmiszertől. Akkor ilyenkor nem fogyasztunk tejtermékeket elsősorban. Igen, igen. A másik dolog a túl nagy energiabevitel, tehát cukrokat le kell állítani, mert az is energiát ad a daganatnak. Például itt van ganz állapotban, ugye a cukroknak az alapja a CH3. Uh-huh. És CH3 ganznak a közelébe se kerülhet egy daganatos beteg, mert ugye táplálja energiát ad a testnek, de ugyanúgy rengeteg energiát ad a daganatnak, amely kezd elhatalmasodni. Igen. Vannak még alternatív módszerek, amelyeket már több évtizede használnak sikeresen, úgyhogy vannak olyan betegek, akikről már rég lemondtak, és még mindig életben vannak, annak ellenére, hogy az orvosok 3-4 hónapnál nem adtak többet nekik bizonyos alternatív módokkal, például Nikolaj Shevchenkónak a módszerével Oroszországban. Ő 4 gyógyászati módszer dolgozott ki, úgyhogy szabadalmaztatta végül. Uh-huh. És ott is az eljárásnak egy nagyon fontos része a diéta, az életmódváltás, a másik pedig az első dolog ugye a léleknek a kezelése. Hát a Nikolaj Shevchenko például a napi 3-szori imát javasolja, hogy imádkozzék a beteg azért, hogy éljen, de ugye, hogyha vallásos valaki, akkor ez működik, ha nem vallásos, vagy ha vallásos, teljesen mindegy, a fontos az, hogy meglegyen benne a szándék, hogy gyógyuljon. Mert ugye van, aki azért betegszik meg, mert egy látványos módját találta érdemesnek a kimulásra. Igen, tehát lényegében, ha ezekkel a módszerekkel gyógyítják ezeket a betegeket, akkor akarjon élni. Így van, ez a legelső dolog, hogy akar élni, vagy meg akar halni. Mert ha valaki nem akarja, hogy meggyógyuljon, akkor a Jóisten se tud segíteni. Igen, jó, köszönöm szépen. Hát a másik a lelki okoknak a feltárása és a lelki konfliktus megoldása. Erre nem térünk ki külön, mert nem a plazma technológia, de szükséges része. Igen, hát ezt már régóta tudjuk, hogy a betegségek onnan indulnak. Hát nagyon nagy részük. Hát vannak másokai is, például valaki, például kihűlés, ugye környezeti ártalmak, vagy mérgezés, vagy túl sokat eszik valamiből, amiből nem kéne túl sokat, vagy túl keveset valamiből, hogy még Hippokratész is mondta. Tehát vannak azért másokai is, de mondjuk azt, hogy minimum 2/3, de lehet, hogy 90%-ban lelki okok állnak a megbetegedésekben. Néha még a csonttöréses baleset mellett is, mert valakinek oka volt, hogy miért botoljon meg. Igen, igen, egyetértünk. Még azt szerettem volna kérdezni, ugye, hogy nagyon sok mérés azt igazolja, hogy például nagyon sok az alumínium mostanság növényekbe, földbe, és ez nem az az alumínium, ami ugye hasznosul, hanem ez, ami... Hát ez most már adalékolják ugye a repülőgép üzemanyagokat, ugye, hogy olcsóbb legyen a repülés, versenyeznek a társaságok, különböző adalékokat használnak, ugye, hát alumínium, stroncium, bárium, stb. Ezek kerülnek bőséggel a levegőbe, de azon kívül ugye alufóliát használunk, veszük a gyereknek a mackó sajtot már, aki még veszi, illetve a 70-es években, 70-es, 80-as években milyen jó, hogy volt alufix kuktánk, és főztünk benne jó paradicsomos töltött káposztát. Ami jól felejtett az alumínium. A sav leoldotta. Így van. Tehát alumínium nem való étkezésre, az is problémát okoz. Vagy ha például valaki egy akkumulátorgyárba dolgozik, uh-huh, sólom füstöt kap például, vagy egy nehéz egy fémeket használó öntödébe, ott is nagyon sok... Na most Sándor, ez a módszer arra, hogy ezeket a nehéz fémeket és fémeket ki lehessen a szervezetből valahogy üríteni. Tehát lehet erre használni? Éppen ez az, éppen erről van szó. Na, én kezdő vagyok, bocsánat. Tehát igen, igen, hát ugye a hagyományos orvoslásban ott van a kelatálás, vagy keláció, hogy amikor egy kelátot hoznak létre, hogy egy fehérjéhez kötik a nehéz fémet,
Egyik ősi példája ennek például, pillanat, mindjárt megmutatom, hozok, mert van nálam. Egy másodperc. Ki kell menjek. Egyik példa például az, amikor ugye mérgezetnek néha tejet adtak, mert az ugye megköt bizonyos fémeket. A másik módszer pedig szintén ősi. Ismerik-e azt, ami a kezembe van? Jaj, tudom. Tölcsfa gubacs. Gubacs. Tölcsfa gubacs. Igen. Ugye csersavat tartalmaz. Ezt valamikor őseink ismerték, hogy ezt ugye porrát örölték, és utána kifőzték, vagy kiáztatták a hatóanyagot belőle, használták ugye bőrnek a cserzésére, de ugyanakkor a belőle kivont csersav, acidum gallicum, acidum tannicum, hogyha a latin elnevezéseket nézzük, azokat is valamikor használták ugye mérgezése, bizonyos nehéz fémes mérgezések ellenszereként. Megkötik? Dolgokban, például ilyen lekötőhöz, kelatáláshoz, hát vannak speciális készítmények, például direkt ilyen angol hadseregnek létrehozott abból eredő növidítésű ellenszer, de az meg nehéz hozzájutni. De ott van egy egyszerű dolog, ami például még higanymérgezésre is elsősegély lehet, az a acetilcisztein, az ACC, amit köhögésre adnak. Igen. Nagyon jó. Tehát vannak ilyen dolgok, de ezek másképpen működnek. A másik, tehát ez amikor ugye még nem szívódott föl. Ha már felszívódott, és hogyha a testben van, vagy a test maga termeli, vagy gyűjti azt az energiát, akkor abban az esetben a plazmatechnológia segít. Na, erre voltam kíváncsi. Megfelelően alkalmazzuk. Csak ugye pontosan meg kell állapítani, hogy miről van szó. Megfelelő mezők. És vannak szabályok, például mellkas területére rézoxid gonzt nem használunk. Se a fejre. Értem. Hát, ide CO2, vagy széndioxid és cinkoxid használható. A rézoxid az a rézrezet tartalmaz, ugye, a réz erőssége az pedig a vörös izmokban közvetíti az elektromos impulzusokat. Az inger átvitelt, igen. Az inger átvitelt a vörös szövetbe, de a vörös szövetbe. Igen. Na, tehát vannak alapok, amiket tudni kell. Javaslom azt, hogy ugye a következő hetekben ugye visszatérünk egy kicsit az alapokhoz, mert vannak új emberek is, meg a régiek is már annyi mindent olvastak innen, onnan, mert nem tudják, hogy melyik származott hiteles forrásból. Igen. Már láttam olyat, hogy nanobevonatot csinálnak úgy 2 perc alatt, és akkor jaj, de szép fekete, csak éppen nem termelnek vele azt, amire szükségük van. Na, ezért nem csinálom, mert lehet, hogy nem olyat tudnék. Majd kitérünk erre, mert alap, ugye, ha házat építünk, akkor szilárd alapra van szükség, hogy ugye megálljon az cifra tető is majd a falakon. Igen. Ha az alap az ingatag, akkor nem biztos, hogy sikeres lesz. Ugyanez van a tanulásban is. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Tehát itt kell tudni a plazmának a működését, hogy az áramlásokat, a négyféle két plazma közötti legalább négyféle erőt hatnak. Rátérünk majd egyenként ezekre az alapokra. Egyelőre azt veszük észre, hogy az egészségügyi alkalmazások azok nagyon-nagyon-nagyon látványos eredményeket hoznak. Például most Gánában a Plazmagy elnevezésű plazmavizet bevizsgáltatták, és az jó hír, nagyon jó hír, amit kaptunk Rómában a konferencián, az volt, hogy az FDA, az amerikai Food and Drugs Administration, aki ugye hatóság nem csak Amerikában, hanem sok afrikai országban is elfogadják őket hitelesszerként, elengedélyezték a PES alapítvány gánai egységében termelt plazmavizet. Amilyen szabványos palackokba kerül, forgalomba van hozzá palackozósor, minden, és ugye most az következik, hogy pár millió palackot lehet ingyen osztogatni nyugat-afrikai, közép-afrikai, meg nyugat-afrikai országokba, hogy az emberek megtapasztalják, és akkor kialakul ugye egy vevőkör, és akkor már
nagy részben megoldódnak ugye a finanszírozási gondja is ugye az új űrkutatóközpontnak a felépítéséhez. Ez volt a másik fontos téma, hogy épül az új kutatási központ. Pillanat, keresek, hogy hátha találok róla ilyen képernyő képeket, amiket elmentettem pár hete. Januári, februári, nézzük, hogy melyik mappában lesz. Pillanat, még kis idő kell a számítógépnek, hogy beolvassa a mappa tartalmát. Tessék csak nyugodtan. Egy pillanat. Még mondok még. Amíg megtalálom a megfelelő képet, most abban a sorban veszem, ahogy kezembe került. Az egyik jó hír, hogy hallottak Naomi Lapaduláról, hogy milyen szerencsétlenség történt vele. Hogy autóban esett után, hogy sokáig volt kómába, és már szépen föl tudott állni, mozogni, tehát kezd javulni az állapota, és a legújabb hír, a héten kaptuk, hogy már hazaengedték, már otthon van, nem a kórházban. Nagyon jó. Történt ugye, hogy Fábio Alfonsoval együtt utaztak haza, és folyik a bűnügyi nyomozás, úgy sokat nem mondhatok róla, de ilyen balesetnek látszó esemény történt, ahol a kocsiuk összetört. Fábio 8-10 méter a kocsi előtt volt, de a sebei szerint inkább agyonverték, mint hogy a baleset behunyt volna el, és Naomi volt a volánnál, eszméletét veszítve. Itt van még egy kép róla, hogy a konduktorok, ahogy segítenek neki, tehát talpra tudott már állni. Pillanat. Itt pedig az látható, ahogy elkezdett ugye kommunikálni, válaszolni az utasításokra, a kérésekre, hogy nézzen jobbra, nézzen balra. Nos, akkor vissza a kereséshez. Hopp, nem ebbe a mappában, egy héttel korábbiban. Sokat kell bepótolni, ugye egy 4 órás előadást nem tudok 2 óra alatt bemutatni és még lefordítani is, hanem egy sorba tudjuk venni őket. Megvan, amit kerestem, tehát így fog kinézni a gánai űrközpont. Elkezdődött már az építés. Tehát ezt a gánai atomügynökségnek a területén építik, ez katonailag védett terület, tehát a kaputól úgy másfél kilométer kell gyalogolni az ellenőrző ponton túl, hogy odaérjen az ember. Könnyű szerkezetes épület, és nem csinálnak sok emeletet. Így gazdaságosabb területre pedig van elég sok szabad, több ezer négyzetméternyi szabad terület, ahova lehet építkezni. Tehát itt az egészségügyi részleg, az itt lesz a balszárba például, lesz oktatás, és itt hátul lesz majd az űrhajó platform. Kell tudjanak erről is, hogy elindult ez az építkezések. Egy másik helyszínen az alapítvány kapott egy nagyszerű helyet a tengerparton, abszolút biztonságos helyen, ahol majd az egyetemes tanácsnak és ugye a föltanácsnak a székhelye lehet. Tehát, talán egy-két hónapon belül lesz annak az avatása, ezeknek a létesítményeknek. Az avatási idő csak azon múlik, hogy mikor fog a legtöbb miniszter ráérni, mert ezt ugye kormánnyal való közreműködése volt, és hát szeretnénk azt, hogy a hasonló kormánytisztviselők is ott legyenek, jelen legyenek. Egy pillanat.
Megint lapozok közben. Hát igen, itt vannak a képek. Most gyorsan összekapok néhányat, és azt nézem, hogy... Jaj, rosszul kattintottam a helyet, hogy arra tegye. Másolta, másolatot készített. Egy pillanat. Kiválasztom őket. Nem is ezt kellene. Inkább a videót. Inkább a videót, és abból megállítok egy képet. Elnézést, hogy nem készültem úgy alaposan részletekben, higgyék el nekem, hogy sokat dolgozom, és majd 4 órakor értem rá reggelizni, ebédelni, hogy egy időben. Pillanat, megvan. Megtaláltam. Van belőle egy pár változat. Ez megtalálható online. Bring balance to our flow of emotions. Bring peace to the world. Talk about this. Okay. Pillanat. Képernyő megosztás. Tehát a hátteréről beszélt Rodrigo Vildasola, ugye kutathatnám az összeget, tartanak. Orvosi iskolát végzett Mexikáliba, Mexikóba, a specialitás az általános sebészet és plasztikai rekonstrukciós sebészet Mexikó városban, Mexikóban. És az madridi, lukai olaszországi egyetemeken volt külön továbbképzésen, és privát praxis az plasztikai sebészként volt. Pillanat, csak közben azért takarom el, hogy véletlenül ne villancsak fel olyasmit, amire aztán azt mondják rá, hogy kilátszanak a melbimbók, vagy hasonló dolgot. Tehát itt egy 36 éves hölgyről volt szó, a baloldali mellén az alsó belső kvadránsba volt a daganat. A mintavételnek a szövettani eredménye azt mondja, hogy invazív duktál karcinóma, a nukleáris típusú harmadik fokozatú. A harmadik fokozatról, aki tudja, az megérti, hogy az egy nagyon gyorsan, rohamosan borjázó sejtfajtával történik. Egy pillanat. És egy kicsit gondba vagyok, mert takarnom kell, viszont a takaráshoz meg kell indítsam a külön programot. Találok rá egy egyszerű megoldást. Egy programmal fogom takarni. Egy jegyzetömböt lekicsinyítek a megfelelő méretre. Sikerül. Egyik takarás megvan. Remélem el van takarva, amit el akartunk takarni. Tehát biopsziája volt, egy héttel a biopszia után rohamosan elkezdett burjánzani a daganat. 3 hétig antibiotikumon volt.
visszautasította a sebészeti, felajánlott sebészetet és kemoterápiát, és azt választott, hogy alternatív, tehát alternatív kezelést választott. Amikor az orvoshoz jött, akkor a következő dolgok jelentkeztek. Pillanat, még egy takarást kell csináljak, egy nem elég. Jó, két oldalt takartuk a melbingókat. Amikor a páciens a orvoshoz ért, dr. Rodrigohoz, akkor nem volt energia, kimerült volt, nagyon magas láza volt, és erős fájdalma volt a megduzzadt bal mellében. Rengeteg álmatlan éjszaka után volt, tehát a fájdalomtól nem tudott aludni. A vérvizsgálat eredménye szerint leukocitózis jelenség volt, azaz fehérvérűség. Tehát nagyon megemelkedett a fehérvérsejtek száma, ugye ez egy reaktív dolog a gyulladás miatt. A vérszegénység miatt folyamatosan szüksége volt, hogy vérátömlesztéseket kapjon. És akkor ugye a dr. Rodrigónak az elve szerint, amikor egy egészségügyi problémákat célzunk meg, akkor ugye a figyelme kell vegyük ugye a testet, az energiát, az emóciókat és a lelket. Ugye, amikor orvosokkal beszél, akkor hát ugye energiáról tudnak valamit, hogy hát vannak elektromos impulzusok, az idegszálva, a kondensatorokat nem. Emóciókkal még nehezebb dolgozni, a lelket még nehezen tudják elfogadni sokan. Erre mind szükség van. A testnek az összetétele, hát itt ugye nem ott helyezkedik el, ahol a grafikonon van, csak így arányokban így mutatja, hogy 65% oxigén, 18% szén, 10% hidrogén, 3% nitrogén, és a többi elemek pedig kalcium, foszfor, kálium, kén, nátrium, klór, magnézium, azok pici arányokban vannak, tehát mondjuk 1,5% kalcium, 1% foszfor, 0,4% kálium, ami a sejtekben található. És utána jönnek az úgynevezett nyomelemek, bor, krom, kobalt, réz, flór, jód, vas, mangán, molibdén, szelén, szilícium, ón, vanádium, cink. Az mind összesen kevesebb, mint jóval kevesebb, mint 1%. Tehát ezekre a nyomelemekre is kitér, meg ugye a fontosabb fémekre. Most azt kell tudjuk, hogy ugye a szén, az oxigén, a hidrogén és nitrogén, azok a Földnek a magas légköréből származnak, azok légnemű anyagok. Igen, a szén is az. Annak ellenére, hogy ismerjük a kőszemet, meg a gyémántot is. De a légkör magas rétegeiben jön létre, amikor a napból származó mezők találkoznak a Földnek a mágneses gravitációs mezőjének, a kettő súrlódása okozza, hogy létrejöjjönnek ezek az anyagok. Ezek mind a magas légkörbe különböző zónákba jönnek létre. Gondoljunk most arra, ugye, hogyha a test nagy része hidrogén és oxigén például, akkor milyen fontossága van a víznek, amit megiszunk. A testnek az energiájáról, akik ismerik ugye a Korotkov vagy Kirlian féle fotókat, amivel aurát megjelenítenek, akkor el tudják képzelni, hogy az emberi testet körülvesz egy energiaburok.
nem csak a bőr alatt, hanem a test körül található egy ilyen külön mező vagy energiaburok. Ezt aurának is szokták nevezni. És akkor ott vanunk, hogy vannak az úgynevezett lélek által okozott betegségek, pszichoszomatikus betegségek, hát a psziché az görögül lelket jelent, a szóma az pedig testet, tehát olyan betegségek, a pszichoszomatikus betegségek, amelyeket a lélek okozott a testnek. Ennek az okai meg ugye a túlzott stressz, meg az emóciók. Indulatok magyarul. Ugye móció az latinul a mozgást jelent, emóció pedig az, ami megelőzi a mozgást, ami közvetít, ugye, hogy létrejön a mozgás. Most van egy nagyon szép magyar szavunk erre, úgy hívjuk, hogy indulat, és nem csak rossz indulat van, van jó indulat is. Mert ugye az indulat az, amiből indul a mozgás. Az emócióknak pedig ugye a mozgásnak az elindítására van szükség. Tehát nagyon helyesen mondjuk, hogy az emóciókat magyarul indulatoknak mondjuk. Hát ugye, hát itt lehet olyan, hogy apátia, búbánat, vagy gyász, félelem, a különböző árnyalataival, mert ugye szorongástól a rettegésig sokféle árnyalata van, elég széles skálája van magának a félelemnek, aztán van olyan, hogy düh, a düh és a félelem között pedig ott van például az utálat, vagy gyűlölet, stb., vagy neheztelés. Ott van a düh fölött, ott van, hogy amikor valaki nyíltan ugye támad. Ugye a dühös az próbál megállítani a mozgást, de ott van az, aki ellenséges, az egyszerűen úgy kidülleszti a mellét, mint a pulykakakas, és akkor egyszerűen közelít, hogy a másikat elijessze. Ott van az ellenkezés, amikor valaki kitér a mozgás elől. Ott van az unalom, amikor ugye csak egy biztonságos távolságot tartunk, de úgy szemléljük a dolgokat. Vagy ott van az az megelégedettség állapot, amikor valaki jól lakott, és csak a pozícióját akarja megőrizni. Aztán ott van, hogy valakinek van érdeklődése, annak is vannak fokozatai. Van olyan, hogy erős érdeklődés, amikor valaki tud figyelni, vagy ott van a jó kedv derű, amikor valaki már mosolyog, és ott van vagy fölkacag, ott van a lelkesedés, ahol valaki a jó dolgokhoz közelít, gyorsan közelít, és még hozzá is tenne hozzá, aztán itt van a gyönyörködés, és még vannak különböző emóciók. Viszont amikor egy emóció túl sokáig van, egy bizonyos irányban, általában negatív emóciók betegítik meg a testet. Akkor itt van az alkalmazott plazma protokoll, amit a páciens esetén alkalmaztak. Tehát egy lélegsegítő készülék, ganzvíznek az ivása, az egészségügyi plazmaegység, valamint a beteg szervet, azt külön speciális ganzzal vették célba. Azon kívül még létezik olyan is, hogy széndioxid ganz ampullák, amit olyan esetben használnak, hogyha más lehetőség nincs, akkor azt injekció formában lehet használni. So we create that breathing device when we use the breathing device. A lélegző készülékben 80% cink ganz és 20% széndioxid ganz volt. Ez az emóciókra hat, az indulatokra. Az emocionális részt erősíti, így néz ki dr. Rodrigónak a készüléke. Tehát ilyen szabványos orvosi maszkot használt, csövet csatolt hozzá, amire körbeteket egy másik csővel, úgyhogy ugye egy ilyen ganzzal töltött közeg belsejéből veszi a levegőt. Pillanat, tekerem a képet. Aztán itt van az ivókúra, széndioxid ganzos víz, cink ganz víz, rézoxid ganz víz, és itt a figyelmeztetés, hogy sose adjanak CH3 ganzot daganatos vagy rákos betegeknek. Azon kívül
plazma, mint táplálék, kettő a súlyveszteség stabilizálásához használta ezt, ugye, hogy ezzel a külön kémcsőbe elhelyezett tekercsekkel, meg ganzokkal energizálta a vizet. Amit ugye meg kellett, hogy így jönnek. A Facebook oldalokon is megtalálják magyar fordításba, itt hála pár kollégáknak a segítségével, ugye elkészült magyar fordításba. Valamikor az ausztriai dr. Klaus Priller hozta össze egy táblázatba, ugye egy ilyen poszterként a plazma első segély ismereteket. Itt elég sokat találnak tömörítve, hogy mit hogyan kell elkészíteni. Aztán itt van a kép az egészségügyi plazma készülékről. Tehát itt a működő rész az a plazma kondenzátorokkal táplált, tehát nem hálózatról, hanem kis plazma elemekkel táplált tekercseknek a sorozata, valamint egy edény, amiben kivezetik a gravitációs tekercsekből az összegyűjtött energiát. Ez olyan szerkezet van elkészítve, itt lehet különböző módon elkészíteni, van, aki fából készítette, van, aki rozsdamentes acélból, dr. Vildoszola pedig ilyen szabványos vízvezetékhez való csöveket, csőidomokat használt, mert ezekből könnyen tudott építkezni. Itt kell tudni, hogy a talpak alatt is vannak tekercsek, a fej fölött is, és így tovább. Annyi, hogy a fej zónájában nem használunk résztekercseket, csak is cink húzalból készült tekercseket, horgonyt használunk. Ez mind alkalmazva lett. Aztán a testnek a táplálásáról kell, hogy tudja, itt vagy annak a képen vacsorázik. A test táplálásról tudni kell, hogy az energiánk 80%-át a bőrön és a tüdőnkön keresztül kapjuk, és csak 20%-át kapjuk a szánkon, meg a gyomrunkon keresztül. Van egy másik egészségügyi plazmaegység, ahol látjuk, hogy a szék köré van téve egy állvány, és ott a különböző magasságon elrendezhető csőkarikák, különböző plazmavíz töltetekkel. És akkor itt van a fontos rész, ugye, hogy használjuk a plazmát magát. We can remove tissue from inside, or we can add tissues inside your body. Hát külső plazma tereknek, plazma mezőknek az alkalmazásával tudunk eltávolítani szöveteket a testből, vagy tudunk hozzáadni oda, ahol nincsen. Whatever the body needs. Once we give them the elements, we create the environment, the body responds. Hát ahogy létrehozzuk a szükséges elemeknek a megfelelő mezőt, akkor a szervezet válaszol rá. That's simple, that is. This technology, once you understand, is so simple. Ez egy nagyon egyszerű eljárás. I know in the future, there are not going to be any doctors here in this community. I would say more than 60 people, 70 people have health units like this. Tehát ott az ő környéken már 56, tehát ő ismer 50-60 szemét, akinek vannak ilyen egészségügyi plazma készülékei. A lot of people are building this unit and they have their own house. Nagyon sokan ezt megépítik, és ott van a házukban. The beautiful thing is they are sharing with their neighbors. Not only. Utána megosztják a szomszédokkal. They teach their neighbors how to make it, but they. Nem, tehát megtanítják a szomszédokat. They have their own health unit. They create their own. Tehát segítenek a szomszédnak is, hogy megértse, hogyan készül elkészíteni és segíteni. And I given all the instructions, I supported them to give to know to understand this. És Rodrigo Vildoszola megadja az összes segítséget, ugye ezt megérteni. In order to find the balance. The last one is the CO2
Tehát kísérleti stádiumban vannak bizonyos esetekhez, ebolához, maláriához, vagy HIV vírussal fertőzöttekhez, vagy nagyon súlyos rákos esetekhez léteznek GANZ ambulák. De ez többnyire később elmagyarázza a Meránkes, hogy nem használjuk valójában ezeket az injekciókat, habár Japánban készült egy kísérlet sorozat, amivel ugye dokumentálták, hogy ugye egereket használtak, kísérleti egereket, és szövetmintákat vettek tőlük, és nem mérgező, nem marad a szervezetbe, kitisztul a szervezetből nagyon gyorsan, befecskendezett ganzanyag. De nem használjuk ezt, mert akad egy másik megoldás, ugye, hogyha nézzük, hogy az emésztőcsőbe, emésztőcsatornába kerül, ugye, rajzol csak egyszerűen, hogy beleg, stb. De végigmegy az emésztőcsatornába, rajzol egy stilizáltabban, elnézést, nem akarok most részletes rajzot. Tehát, hogyha az emésztőcsövön, gyomron, stb. Ez így végig halad, a plazmavíz, a ganzról levett plazmavíz, és akkor itt van a test, akkor itt már van egy, az emésztő csatornában van egy bizonyos erősségű plazma, akkor már kívül vagy tapaszokkal, vagy a tekercsekkel egy másik erősségű plazmával tudunk hatni, és akkor a kettő között jön létre a szükséges kívánt hatás. Tudják-e követni? Igen, hogy? Jó. Akkor vissza a Dr. Rodrigóhoz. Hát a plazma protokoll, amit felállít a páciens számára, első lépésben ugye elemezte az emóciókat, amelyek a rákot előidézték. Itt mondta például, hogy a mellrák esetében, ha bal oldalt van, akkor bal mellél, akkor anya és gyermek konfliktus, hogyha jobb oldalt, akkor partneri viszonyban vannak konfliktusok. Persze minden más esetben ugye megvannak az okai, minden más szerve. Külön tudomány. Második lépésben ugye megrendelték a vértesztet, vérvizsgálatot, és kutatták, hogy melyik fém az, aminek a legkimagaslóbb a szintje a normál értékekhez képest. Ez diktálja, hogy milyen fém az, ami a magja a ráknak. A harmadik lépésben pedig ugye elkészítette a tapaszokat, hogy azt a speciális fémet, hogy azt vegyék célba. A páciens esetében a kalciumról volt szó. Pillanat, lapozok. Lapozni. Megvan. Itt van a következő rész. Tehát drákos betegek esetében ugye vérteszt, ugye a fémeket, a dráknak a magját megállapítandó, azt ugye a vérből vagy a hajból vizsgálják, tehát kalcium, vas, arzén, magnézium, higany, részcink, stb. És amit ő megkap, annak a fémnek a ganz anyagát kell, hogy előállítsa. Itt a kalcium volt ebben az esetben, és a kalcium azt úgy hozta létre, hogy csirkecsontokat apró darabokra vagdosott, ötször megfőzte ecetben, hogy egy ilyen kocsonyás zselés anyagot hozzon létre, majd eltávolította az ecetet, majd egy befőttes üvegbe tette, egy üvegbe, fedeles üvegbe tette a csontokat, és nátriumhidroxid lúggal öntötte le. Majd utána, bocsánat, nem öntötte, hanem úgy, hogy száraz nátriumhidroxiddal megszórta alaposan,
és utána forró, forralt, desztillált vízzel föltöltötte teljesen, és így hagyta 6 napig. Majd a végén 10-szer kiabrított. Jó estét! Jó estét, Tóth úr! Akkor folytatjuk innen. Még egyszer kalciumgánc készítéshez csirkecsontok, köletek aprítva, 5-ször meg lettek főzve, kocsonyás állapotra lettek hozva ecetben. Az ecet el lett távolítva, majd egy üvegbe lugort adott hozzá, majd ezt leforrázta a desztillált vízzel, és 6 napig hagyta. Majd 10-szer kiöblítette belőle bő vízzel, desztillált vízzel a lugot, és legutolsó alkalommal széndioxid ganznak a vizét adta hozzá. Ez volt a elkészítése. És akkor itt van a, amit megint akarnom kell. Pillanat. Keresek egy takaróeszközt. Legalább a legérzékeny részeket. Lehet ellenmondásban lesz az, amit korábban mondtam. Tehát hogyan alkalmazta ezeket? A mellnek, a beteg mellnek a két oldalára helyezte. Az egyik oldalon 3 rész kalciummal, a másik kalciumganzzal, a másik oldalt 1 rész kalciumganzzal. Most jönnek a... Tehát így néznek ki a tapaszok. Jó étvágyat továbbra is, annak, aki vacsorázik éppen. Mikrofont le lehetne némítani egy kicsit. És a hibás volt szerintem, mert itt van a helyes. Ahogy magyaráztam, hogy ugye a legrövidebb úton akarjuk eltávolítani a fölösleges anyagot a testből. Tehát, hogyha itt van a problémás rész, akkor hozzá közelebb tesszük a gyengébb tapaszt, és az erősebb tapaszt, ami 3-szor akkora, azt tőle átellenbe. Tehát mindig az erős táplálja a gyengét, és ez lesz az áramlásnak az iránya. És azért, hogyha van egy idegen anyag, egy fölös anyag, amitől meg akarunk szabadulni, akkor azt nem kényszerítjük, hogy átáramljon az egész testen, hanem a lehető legrövidebb utat választjuk a bőr felszíne fele. És akkor most jönnek a további képek, hogy első hét után második, nem is tudom, ezt mutassam, vagy... Kicsit dilemmában vagyok, de megoldjuk valahogyan. Egy pillanat, takarást kell készítsek. És ide kell egy harmadik is. Igyekeztem az érzékenyebb részeket eltakarni. Tehát néhány hét után elkezdett sorvadni a daganat, tehát látszik a képen, elnézést attól, aki éppen vacsorázna. Elfordult a képernyőtől, hogyha érzékeny. Darabok estek ki, tehát a tumor kezdett lebomlani. És ez nagyon látványosan történt, nagyon gyorsan.
pillanat, takarókat kell használjak, hogy tehát itt már látványosan csökkent a daganat. Tehát szabályosan egy üreg képződött a beteg belben. Tehát ez már úgy 2 hónap után volt. Közben vérezgetett, ezért folyamatosan kellett bejárni a véráttelmeztéseket kapni, viszont a test egy átalakulásra ment keresztül. Itt látszik a tumornak a nekrózisa. És ezt nem akartam kihagyni. Takarásra van szükség. Itt a jobb oldali képen látható, hogy mennyire összezsugorodott a jobb oldali betegnél, hát az előző hatalmas mérethez képest. 3 hónap alatt történt. És akkor itt van a hivatalos lelet. Ugye nem nagyon akartak már foglalkozni az orvosok vele a kórházba, mégis ugye unszolásra elvégezték a vizsgálatokat. Tehát itt van az a CT vizsgálat. Tehát így korábbi 2016. 10. 11-i dátumú vizsgálathoz képest. A leglátványosabb változás, ami könnyen látható, az a jelentős csökkenése a bal mellnek a lágy szövetének a denzitásában. Az előző vizsgálatban ennek a bal mellnek a tömege úgy körülbelül 10x19x20 cm volt, míg jelen pillanatban mindössze 4x13x11 cm-es méretű. Figyeljék meg, 10x19x20 cm-ről összezsugorod 4x13x11 cm-re. Jelentős csökkenés a bal hónali nyirokcsomónak a méretébe. Korábban a legnagyobb bal hónalj alatti nyirokcsomónak a mérete 3x5 cm volt, és most 2,5x3,5 cm-re csökkent. Jelentős csökkenés a bal tüdő nodulusában, amelyik csomóban, mondjuk magyarul, amely korábban körülbelül 2,6x2,3 cm volt. Tehát ezt bemondta március 1-én 2013-ban, dehogy is már, nem tudom, ez amerikai rendszerű dátum, vagy dél-amerikai, másképpen teszik ugye a hónapot, meg a napot. Amerikai rendszer, bocsánat, tehát 11. hó 10-én volt a korábbi vizsgálat, majd január 3-ai volt ez az ismételt vizsgálat. Tehát volt november, december, január, tehát itt még 3 hónap se telt el gyakorlatilag. És itt a beteg története, ugye, hogy rossz indulatú neoplazma, a bal mellnek a belső alsó kvadránsában.
Na, és akkor a következő oldalát a jelentésnek. Ez a CT volt. Pillanat, túlszaladtam rajta. Itt van a következő lap. CT mellkas vizsgálat december 31-én történt a vizsgálat, ugye 3-án diktálták. Itt van a történet, ugye azt az előbb felolvastam, összehasonlítás a november 19-i mellkas képhez, technika, helikál, szkennelés, stb. Stb. Mit találtak sebészet utánnak látszó, nem sebészet utáni, hanem sebészet után, sebészet beavatkozás utáninak látszó változások a bal, melyek a bal mellett érintik, beleértve a lágyszövet tömegdenzitását, kismértékű nedvek és gázdenzitással a mellszövetben. Tehát ez, amit a CT észlel. A jobb oldali mell normálisnak látszik. A nagy főerek normálisak, a szív normál méretben, nincsen perikardiális infúzió, linfoadenopátia, tehát a nyirokcsomókkal kapcsolatosak, itt leírja, hogy a legnagyobb bal hónali nyirokcsomó az 2,3 x 3,4 x 4,1 cm. Sokkal, tehát van több másik, de sokkal kisebbek. Tüdők, egyszer 1,1 cm-es lágyszövet csomó van a bal alsó tüdőlebenyben. És itt tovább, és itt tovább. Hatalmas változások történtek, mint látják. És utána itt van a szövettani vizsgálatnak az eredménye. A szövettani vizsgálat. A mell tömegéből és a nyirokcsomókból vett minták alapján. Szálas, konnektív, tehát kapcsolódó szövet, extenzív, tehát kiterjedt koagulatív nekrózissal kommentek. Azt mondja, hogy szövetnek a granulációja társulva extenzív kalcifikálással és koagulációval, amire gyanakszunk, hogy az a daganatnak az elhalását jelenti, daganat nekrózist, daganat elhalást. No, az utolsó sor, no evidence of viable tumor seen in the current TLC. Tehát nincsen életképes daganat ebben a szövet mintában. Tehát nincs már daganatos sejt. Megszűnt a betegség maga. Ugye további kezelés ugye ennek a betegnek, kész lesz, hogy a mellett majd egy év múlva egy ilyen plasztikai műtéttel
helyreállítsák, amikor már a hegek már meglágyulnak, tehát az elheges, tehát a heges jelen pillanatban is ugye a hegesedésnek annak kell gyógyulni, és körülbelül egy év múlva keríthetnek sort egy ilyen korrekciós műtétre. Tehát egy, ami a fontos, hogy egy gyermek visszakapta az édesanyját. Továbbra is van anyja annak a gyermeknek, visszakapta az életét, jelen állapotban egyszerűen halálra volt ítélve. Elnézést, hosszabb sikerült, mint terveztem volt. Kérdések, hozzászólások? Tehát a módszer egyszerű, és ami a lényeg a módszerben, hogy nincs nagy anyagköltsége. Tehát nem egy 150 ezer eurós kemoterápia, hanem olyan filléres dolgokat használtak, ugye, mint néhány könnyen beszerezhető alapanyag és víz főleg. Ugye erre jön a következő dolog, amiről tegnap volt szó, hogy lesznek, akiknek ez nem fog tetszeni. És így már eddig is célpontos alapítvány, de most így inkább célponttá vált. Tehát ma volt egy a mai délelőtti tudáskeresők műhelyének a 171. részében, angol nyelven természetesen. Ugye az első részben volt az oktatás, és a második részben volt egy különleges rész, amelyikben Merán Kessel vagy elmesélte ugye az ő történetét, ifjúkorától, hogy hogyan tanult külföldön, honnan származik, Iránból, gazdag családból, és így tovább, hogyan vált üzletemberi, hogyan vette őt igénybe az angol titkosszolgálat ahhoz, hogy az észak-irországi terrorizmus sikerüljön megfékezni, a cégeket hozott létre, és a cél az volt, hogy egy föltérképezésig megszüntessék, hogy az anyagi finanszírozását, ugye a terroristák finanszírozását. Ugye így érdekes módot használtak az ottani terroristák. Emlékeznek, még 70-es, 80-as években folyamatosan mentek a robbantások Nagy-Britániában. Ebbe is részt vett. Aztán egyik pillanatban ugye felfedezte, hogy hát mi a gravitáció. Megértette a gravitációt. És onnantól ugye kezdődött a több évtizedes kutatómunka, és ugye a karrierjében pedig ugye ezt be akartam mutatni egy fegyvergyártó cégnek, hogy már nincs értelme fegyvereket gyártani, mert megvan a nagyon olcsó módja, hogy hogyan lehet hatástalanítani a rakétákat. Amikor Fabróban egy ilyen ipari vásáron, ahol ilyen katonai ipari vásáron meghívta a Lockheed, akkor az angol titkosszolgálat az úgy külön kihozta, hogy két terület volt azon az emeleten. Az épület egyik része amerikai volt, a másik része még angol, brit. És hogy át kell menni, egy erkélyen volt, és a rossz oldalon állt, az amerikai oldalon át kellett menni az erkélynek a brit oldalára. És mondták, hogy hát maga most készül eladni a brit korona tulajdonát képező tudást az amerikaiaknak. Azt mondta, bocsánat, hát micsoda dolog ez? Én nem vagyok brit állampolgár, se amerikai állampolgár, én iráni vagyok, és a tudás az enyém. És itt kezdődtek el ugye a bonyodalmak. Tehát irányították utána egy angol céghez, a Kinetichez, azok tovább belgiumi céghez, a Fortishoz, ugye hadipari, hadipart összefoglaló Fortis, onnantól külön egy másik céghez, egy másik, ez így jutott az IMEC-hez, tehát hosszú története, és akkor elmesélte, hogy csináltak belőle mesterségesen terroristát, amikor ugye neki
fölajánlották, ugye, hogy majd kutatásokat finanszíroznak, viszont ugye le kell szabadalomba védetni, és akkor bemutattam neki egy belga urat, aki majd megírja a szabadalmi beadványokat. Nem lehet más, csak akit őt mondanak, és akkor érdekes dolog volt, hogy ugyanaz a jogász, ugyanaz az ügyvéd volt, aki a technológiát vevő, venni szándékozó cégnek az alkalmazottja volt, és ugyan ő akart tanácsot adni az eladónak is, jogi tanácsot. Ez valahogy úgy etikailag úgy nem jött össze, és akkor mondta Veránkes, hogy hát ez valahogy így nem stimmel, és akkor a másik kicsit célba vette őt, vérszemet kapott, és onnantól kezdve kezdődtek a gondok körülötte, mert a másik az valahogy meg akarta semmisíteni őt, megszerezze a tudását. Egyébként később így kiderült, az illető az ilyen szellemi jogokkal kapcsolatos tanácsadást végez, és több tudóssal történt hasonló dolog, hogy miután szerződéseket aláírtak, átadták a tudásukat, utána vagy rejtés módon eltűntek, vagy különböző módon, vagy látszólag balesetet szenvedtek, stb. Furcsa dolgok vannak ott mögötte. Jó estét, Sándor, lehet egy kérdés? Parancsoljon. Tóth János. Egy olyan kérdés, elhangzott az előbb, hogy olcsó és egyszerű módszerekkel a fegyvereket le lehet szerelni. Így van. Hogy az a kérdésem, hogy miért nem alkalmazzák akkor? Tehát, illetve hát gondolom, hogy próbálkozások vannak, meg olvastam is egy-két dolgot, de ki tudja, hogy az valósága, vagy csak ilyen hírterjesztés. Beránkés átadta a tudását több kormánynak, ugye a védelmi minisztériumainak, és ezen évek óta már dolgoznak, fejlesztenek. Mert a háborúk azok azért csak folynak. Tehát... Mert amikor történt ugye ez az eset, hogy ott próbálták ugye kényszeríteni, hogy a tudását átadja, akkor ő gondolt egyet, és teljesen titokban elutazott Iránba. Saját kormányával átadni a tudást. Valakinek megy a televíziója a háttérbe. Köszönöm, Tóth úr. És a tártkarokkal várták, de az utazás teljesen titokba történt. Csak annyi, hogy ez a szabványbeadványokat írogató egyén, ez ugye kapcsolatban volt a Merán Tabaklógyesnek a feleségével. Folyton kutatta, kérdezte, hogy hol van a férje, hova utazott. Nem tudta, hogy hova ment. Egyetlen mód, ahogy kinyomozták, hogy Iránon keresztül, az volt, hogy ő ugye rendszeresen havonta utalt át pénzt iráni bankból a belgiumi bankszámlára a feleségének. Tehát így szerezhettek tudomásról, hogy hol van, mert a banktól felszólították az asszonyt, hogy a feleségét, hogy ő nem kaphat pénzt Iránból. Ilyen és olyan okokból kifolyólag. És utána elmérgesedtek a dolgok, utána visszajött. Az iráni kormány pedig ajándékként, búcsajándékként odaadta neki azokból a reaktorokból, amiket ott állami pénzen készítettek, amivel a gravitációs mezőket létre tudta hozni. Közben pedig hallottunk két érdekes esetről, hogy két drónt, pontosan az elsőt, a másodikat az első egyéves évfordulóján, hogy szépen levették az égről az irániak, úgy, hogy abban a drónban, amiben önmegsemmisítő berendezés volt ilyen esetekre, az ugye nem működött, és teljes épségbe le tudták tenni. Mit gondolnak, milyen technológiát használta hozzá, mert nem lelőtték. Olyan szépen befogták. Hallottak az esetről. Igen, ilyeneket lehet hallani. És használják ezeket, de ugye ezek mind haditkok, ezeket nem verik nagy dobra, hogy kinek milyen technológiája van. Ezek így bizalmas dolgok. Na most itt van a probléma, hogy ezek az egészségügyi dolgokkal, hogy egyrészt
Meránkes nem akarta átadni annak a belga társaságnak, akint képviselt ez a befolyásos magas körökbe, királyi körökbe jó barát ügyvéd, jogi tanácsadó. Egyszer történt, hogy Meránkes akar találkozni vele, és azt szólt, hogy most nem jöhet hozzám, mert most Fülöp herceg, aki azóta már király lett, éppen látogatóba jön hozzá, mert elő kell adja neki a Kes technológiát, hogy bemutassa, mert nagyon érdeklődik iránta. És akkor Meránkes, aki a Kes technológia, ő nem lehet jelen. Nem furcsa egy kicsit? Mert nem akarták, ugye, hogy lásson egyéb dolgokat a kapcsolatukról, viszont úgy távolabbról úgy parkolt a kocsi, vagy látta, amikor találkoznak, és a test érintésekből azért levont egy pár következtetés a kettejük közötti intim kapcsolatokból. Ugye, történt egyszer, nem is olyan régen, hogy egy Frédéric de Brosseau nevű újságíró, akinek volt szerencséje, hogy valamikor sok évvel ezelőtt, hogy meginterjúvolhatta a királyi családpár tagját, írt egy könyvet, ami nagy port kavart. A könyvnek a címe, hogy Question Royale, azaz, hogy királyi kérdések. És hát azonnal nagy ilyen sajtóvihar történt, mivel itt vannak állításai, hogy királyi család furcsaságairól, és többek között így Fülöp hercegről, aki erről úgy látszik, hogy inkább kedveli a fiúk társaságát, mint a hölgyek társaságát, hogyha értik, hogy mit mondok, és hogy a Mathilde Dudekem-Dakozzal való házasságát azt úgy intézték el neki, hogy rákényszerítették, és hogy a négy gyermekét, azokat mesterséges megtermenyikényítéssel hozták a világra. De voltak abban a botrányos dolgok abban a könyve. Tehát vannak ilyen dolgok. Tehát volt olyan, megvettem a könyvet egyébként, olvastam, és van benne egy részlet, amikor Nokke városában a Lipens testvéreknek a villájába, egy ilyen szokásos nagyúri rendezvény, ott épp ugye szó volt a Fülöp hercegnek a házasságáról, hogyha megkérdezte valaki, és régóta ismerik egymást a jegyesek? És akkor valaki, hogy meg nem nevezett személy, tehát ezt nem árulták el a nevét, az megjegyezte, hogy hát persze ismerik egymást, mert közös a fiú barátjuk. Na, szóval vannak ott dolgok, tehát ez a jogász úr, ez közeli kapcsolatban van a herceggel, és aki most már király, és közben pedig ugye halmozza az állásokat. Ugye parlamentben többször is szóvá tették, meg már közben bevezettek egy ilyen kötelező bejelentést, hogy a képviselőknek be kelljen jelenteni, hogy ki milyen álláshalmozó. Tehát meg is jelent egy érdekes cikk a beforeitsnews.com honlapon. Nemrég egy pár napja jelent meg, ahol nagyon furcsa állítások vannak, de azt most itt nem, arra most nem térnék ki. Szóval a tény az, hogy ugye rangban úgy hirtelen nagyon sok nukleáris és űrhajózási cégben befolyással, jelentős befolyással bír ez az úriember, így titkos technológiákhoz fér hozzá, és valószínűleg azzal kereskedik, talán a NATO országok tudomása nélkül. És közben pedig látjuk a hírekben ugye a különböző ilyen atomháborús fenyegetéseket, amik most a távol-keletről jönnek. Vannak dolgok mögötte. Na most tény az, hogy ahhoz, hogy egyszerűen a Keste ez az úriember el akarta távolítani, és ehhez használt, hogy egy bűnözőt, aki rendőrruhában van, és szintén ilyen
furcsán, ugye megfelelő iskolák elvégzése nélkül, meg vizsgák letétele nélkül éveken át ugye kapja az egyre magasabb tisztségeket és rangokat. És ez a knokkei rendőrfőnök, ez kes állítása szerint azzal vádolja, hogy ő az a bérgyilkos, aki elintézi azokat, akik az ügyvéd úrnak a listáján vannak. És több merénylet kísérlet volt ellene, tehát volt mérgezési kísérlet Belgiumban, úgy, ahogy volt korábban a Olaszországban is, úgyhogy apránként ugye a tárgyait azt beszórták arzénnal, úgyhogy ez egy halmozódó méreg. Tehát mikor összegyűlik a kritikus tömeg, akkor jelentkeznek a tünetek, csak akkor már késő segíteni. Egyszer egy minibombát tettek a kocsi alá, egyszer pedig rárontottak a házára, feltételek, hogy őt lőjék le, de nem volt otthon, csak a felesége. És az érdekes dolog, hogy amikor a feleség elővette, elkezdték lögdösni az asszonyt, és elővette a mobiltelefonját, és elkezdte videózni őket, akkor az arcukat takarva elfutottak. Láttak már hivatalos ügyintézésben rendőrt, aki elfut egy mobiltelefonos kamera elől? Szóval voltak nagyon profik lehettek. Ekkor történt, amikor Meránkes úgy döntött, hogy ott meg kell mentenie a családjának az életét, és akkor három bőröndel másnap külföldre utaztak. Olaszország befogadta őket. És azt mondja, korábban volt benne ez a félelem, ugye, hogy a családját ne veszítse el, gyermekeit, feleségét, de most már nincs benne ez a félelem se. Bátran kihívja ezeket a bűnözőket, hogy álljanak ki vele egy bíróság elé, és szívesen áll elébe, hogy ott ítélkezzenek fölöttük, mert most már az egész család, most már a föld teljes lakossága az ő családja, már 7 milliárd családtagja van, ami fontosabb mindennél. És nemrég történt egy dolog, észrevették, hogy eltűntek az internetről a hivatkozások, amelyek egy bizonyos japán városbéri egyetemnek a nevéről volt szó. Most történt az az elmúlt héten, hogy megzsarolták az alapítványt. Történik az, hogy ugye sok önkéntes jön az alapítványnak segíteni, közös cél érdekébe tenni valamit, de sajnos előfordul az is, hogy beszivárognak olyan személyek, akiknek a célja nem az, hogy itt segítsenek az embereknek, hanem az, hogy megfojtsák, vagy megszüntessék a kes alapítványt. Egy ilyen dolog történt egy úrral, aki úgy néz ki, hogy az illuminátusoknak az egyik tagja, nem is kisrangú, és bejött, mint segítő tudós, és akkor jött fenyegető zsaroló levél, hogy az alapítvány fizessen neki egy héten belül, tehát 68 ezer eurót, különben hétfőtől, most következő hétfőtől közzé fog tenni egy videósorozatot, amivel tönkreteszi teljesen, megsemmisíti a kes alapítványt. És a videó miről szólna? Pont arról, amit ő ültetett be a saját anyagaiba, amit nagy nyilvánosság előtt az alapítvány bemutatott. Ott voltak a tesztek, amiket Japánban végeztek, ugye a GANZ injekciók nem mérgezőek. Minden korrekt volt. Viszont egy kis hamis kép volt a végén, amikor a daganatos egereknek a képei bekerültek. Na, az volt a hamis. De az eljárás jó és működik. És közben más országokban is folynak ugye a tanulmányok, és nem mérgező a GANZ, tehát semmi probléma nincs azzal. Vagy amikor legelőször bemutatta ugye a fukushimai helyzetet, akkor becsempészett egy olyan képet, amiről azt állította egy légifelvételről, ami megjelent egy japán magazinba, hogy látjuk azokat a kis kék-piros pöttyöket, hogy tele van emberekkel az udvar, és kocsikkal, és hogy pezseg az élet, nincs már semmi sugárzás. Az is hamis volt, azt tudtam ugye az első pillanattól, mivel ugye az képeredményt meg lehetett nézni. Ha az ember kinagyította, akkor látszott, hogy ez egy kihalt terület, és a kék-piros foltok azok műanyag hordók a veszélyes anyagokkal.
egyáltalán nem parkoló gépkocsik és nem járkáló emberek. Tehát jött valaki, Sunyin, olyan félénken beszélt mindig, nagyon visszafogottan, hát gondoltuk talán azért, mert félti az életét, hogy hát segít, hogy titkokat árul el a TEPCO ügyeiről, de közben meg ő volt a zsarolások mögött. A zsarolásban az volt, ugye, hogy péntekig, azaz holnapig fizessen az alapítvány 34 ezer eurót, megadta a bankszámlákat, hogy hova, mindegyik Japánban levő bankszámla, ugye, és közben meg ugye titkosszolgálatok meg azonnal percek alatt lenyomozták a bankszámla tulajdonosok neveit is, tehát megvan a mindegyiknek neve, telefonszáma, címe. És hogy hétfőre pedig a maradék 34 ezer eurót, összesen 68 ezer eurót, ezen kívül még havi nem tudom hány 10 ezer eurót fizetni életjáradékot, valamint kifizetni a feleségének, a házának a részleteit, jelzálog hitelét, és így tovább. Ugye Melánkes nem szándékozott sohas engedni ilyesminek is fizetni. A tennapi csütörtöki élőadásban bemutatott nekünk egy webmester segítségével egy ilyen online szavazást, ahol lehetett szavazni, fölkérte a résztvevőket, hogy szavazzunk, mi az alapítvány követői, hogy fizessen-e vagy sem. Hát ugye 99,9%-ban nem volt a válasz. Egy valaki azért akadt, aki igent. Igennel szavazott. Érdekes mód. Csak azért, hogy tudják, hogy mi áll mögötte. Ja, és akkor volt egy levélváltás közöttük, és akkor Meránkes ugye próbált kihúzni minél több adatot ebből a zsarolótól, és a zsaroló mondta, hogy mi az illuminátusok nem szeretnénk, hogy ez az egészségügyi technológia kikerüljön, hogy az emberek használják, mert túl sok ember maradna életben. Túl nagyon elszaporodna az emberiség. És a célunk mondja, hogy maximum 500 millió ember legyen azon a bolygón, hogy legyen mit enni nekik, és a többi pedig pusztuljon ki. Hogy ez túl jó és túl olcsó módszer, és ezért nem engedjük, hogy ez kikerüljön. Tehát a zsarolásban nem csak az volt, hogy fizessen, hanem hogy azonnal álljon le az egészségügyi alkalmazásokkal. Különben, jaj, mert akkor bemutatja, mint Szélhám most a videókkal, amiben azt mutatná be, hogy ő maga mit csempészett be, a maga a zsaroló. Nem igaz dolgokat. Tehát 95%-ban igaz dolog, és 5%-ban egy hamisság. Na, ezek így az utóbbi fejlemények. Remélem, hogy a legsürgősebb dolgokat elmondtam. Jövő héten is találkozunk, akkor is még mondok dolgokat. Ugye a maradék negyed órába, vagy 20 percben javaslom akkor, hogy beszélgessünk interaktívan. Ha vannak kérdések, azokra válaszolok, hogy megvitatunk dolgokat. Ha van valakinek esetleg bejelentő valója. Láttuk Rastanyász úr például megosztott ilyen érdekes videót a Magraf kísérletéről, esetleg hallhatnánk el róla, hogyha fel van rá készülve. De hogyha van bármi más kérdésük, megosztani valójuk, akkor önöké a mikrofon. Remélem, nem beszéltem el sokat, hogy mindenki elaludt közben. Nem. Nekem lenne egy kérdésem. Tessék, kedves Laci. Engem nagyon érdekelne például a kalcium ganz előhozására, melyik lenne mégis a jó összetétel, melyik anyag, amiből összeom. Meránkes hozzátette, ugye, hogy csirkecsont jó. De ő korábban ajánlott, hogy az a porcos velős része, tehát a csirkecsontnak a végei, azoknak jó az összetétele. Vagy lehet használni ugye tojáshéjat is, tyúk tojásnak a héját, vagy azt mondja, a legjobb annak, aki tenger mellett lakik, ez az úgynevezett szépiacsont, vagy tintahalcsont.
akkora, mint a, kisebb, mint a tenyerem, de körülbelül olyan hosszú, ilyen ellipszis alakú. Sándor, hogy mossa ki az ecetet, elhangzott itt a csirkes csontból kivont kalcium készítése, gansz készítése, hogy mondja ki az ecetet a... Vízzel, desztillált vízzel kiöblíti. De abból az egy kocsonyás anyag, azt mondta. Így van, de utána jön rá a lúg pedig biztos semlegesíti. Ja, tehát akkor a lúg után kell kimosni az ecetet, nem előtte? Nem, előbb az ecetet leöntjük róla. Ja, leöntjük. De hát az egy kocsonyás anyag lesz, azt mondta, ötször megfőzi ecetbe. Igen. Tehát az kocsonyás. Tehát a mellette levő vízes folyadékból, ja, mint van ecet, azt átöblítjük, azt a kocsonyás anyagot. Nem fog feloldódni, nem kell félni attól. Ja, értem. És utána jön rá a lúg, forró víz, és utána még 6 napig marad. És utána azt, amikor vége van, azt a maradék anyagot, ami lesz az alján, a lúgos kezelés után, azt még 10-szer át kell mosni desztillált vízzel. Tehát föltöltjük, összerázzuk, keverjük, utána leöntjük róla a feleséget. Van esetleg valami tapasztalat arról, hogy ez a forgó csípő csont, ami a férfiaknál, ez egy idő, egy bizonyos korba, ugye ez rendszerűen előjön, ez a csípő protézis megakadályozandó valami megoldás van esetleg? Hát igen, sajnos ugye nekem is van szomszédom, aki hasonlóban szenved, rátra esett a protézis beültetésem. Én gondolnék azért, hogy ez miért jelentkezik férfiaknál és nem nőknél. Hol tartják a nők a mobiltelefon, hol tartják a férfiak? Gondolkodtak ezen? Férfiak gyakran a derekukra csatolt tokba tartják, csípőjükre csatolva, vagy a zsebükbe, vagy az a külső zakózsebbe, vagy a nadrág zsebbe. És valószínűleg az a folyamatos sugárzás az egy külön stresszt okoz a sejteknek, és azok elkezdenek valamit csinálni. Tehát elsősorban erre kell ügyelni, hogy ezt megszüntetni, mint okot. Tehát mobiltelefont azt úgy használjuk, hogy nem tesszük a fejünk, azt kihangosítjuk, vagy fülhallgatóval használjuk, és távol tartjuk magunktól. Mert hogyha távol van a bázisállomástól, akkor akár több watt teljesítményt is leadhat. És azon a hullámhosszon bizony nem tesz jót. Ugye készít az Interfon tanulmány 2012-ben 30 millió dolláros költségvetéssel, aminek az lett volna a célja, hogy bemutassa, hogy mennyire biztonságos a mobiltelefon, de nem tudta bebizonyítani egyértelműen se azt, hogy okoz rákos megbetegedést, se azt, hogy nem okoz. Tehát jelen pillanatban az egészségügyi világszervezet, a WHO, az úgy osztályozza a mobiltelefonokat, hogy 2B a veszélyfokozata, az, hogy lehetséges rákkeltő. Tehát nem biztosan rákkeltő, hanem lehetséges, esetleg rákkeltő is lehet. Na most, hogyha itt ez a csípő probléma van, akkor azt ugye meg kell vizsgálni, orvos kell hozzá, egy MRI fölvétel, és akkor mi a probléma? Mert egyik dolog az, hogy porckopás például, mert nem iszik valaki elég vizet, vagy nem mozog eleget, mert ülő életmódot folytat, hogy vagy a irodaszékben ül, vagy a gépkocsiban, vagy a taxiban, például a taxisofőr, vagy kamionban a kamionsofőr, tehát ez is probléma lehet, a másik meg ugye a mobiltelefon, a másik meg ugye a elegendő vízfogyasztását, és ugye a séta hiánya. Napi 1 órát muszáj sétálni azért, hogy életben maradjunk. Napi 3 órát, hogy egészségesek maradjunk. Tehát életmódváltásra is szükség van. És utána meg kell állapítani pontosan, milyen kategóriájú a panasz. De megjelent mostanában, és szintén Meránkes mondta, hogy egy újfajta ilyen combcsont rák, ami eddig nem volt. És ez egy ilyen civilizációs betegsége valószínűleg azért, mert a férfiaknál, kizárólag a férfiaknál jelenik meg, mert férfiak gyakran a zsebükbe vagy a derekukra csatolva hordják a mobiltelefont. Így jól olyan táskába tartani kicsit messzebb a testtől. Most, hogyha milyen rákos probléma, akkor persze lehet használni ezeket a módszereket. Ugye nem javasoljuk senkinek, hogy öngyógyítást végezzen, mert ezzel elmulasztja azt, hogy megfelelő orvosi segítséget kap, amivel ugye esetleg hamarabb megoldják a gondot, mielőtt elhatalmasodna.
Viszont orvosok is ugye tanulhatják ezt az új plazmatechnológiát, lehet jelentkezni az egészségügyi tanfolyamra, és hogyha ezt megismerik, akkor valószínűleg, hogy inkább választanak egy kevésbé ártalmas, mellékhatásoktól mentes, szelídebb gyógymódot, mint egy brutális gyógymódot, mint például a kemoterápia, hogy megmérgezzük a tumorsejteket, meg az egész szervezetet, remélve, hogy hamarabb pusztulnak el a tumorsejtek, mint a többi sejt. Egyébként ugye kemoterápia az hatásosan írtja a tumort, viszont a probléma, ugye, hogy megnövekednek a T-limfociták, azok a kis vérsejtek, amelyek attól az immunrendszer függ. Túl nagy lesz a méretük, így a vérképző hosszú csontokba, például ugye a lábszárcsontokba nem tudnak áthatolni azokon a finom pórusokon, hogy a vérkeringésbe jussanak. Kesnek van erre is megoldása, Merán Kesnek, hogy van olyan plazma eljárás, amivel le tudja újra csökkenteni a kemón átesett embereknek ugye a T-limfocitáinak a méretét, hogy újra működjön az immunrendszer. Erre is van megoldása. Mondom, hogy ezt itt népszerűsíteni kell, hogy a hozzáértő orvosok ugye megismerjék, és akkor döntésük szerint ezt használják, vagy más megoldást. Jelen pillanatban az van, hogy nagyon sok hivatalosan elfogadott kezelés ilyen kutatás szintű, tehát kísérleteznek az emberen, és akkor nézik, hogy hát 3-4 évig, hogy mi a túlélési lehetőség. Még amikor valaki kap egy kemót 50 év fölött, akkor meg vannak számolva az évei, mert lehet, hogy él 5 évet vagy 7 évet. A kicsi az esély, hogy 10 évet fog élni. Hát ugye a ráktól megszabadul, de kap egy halálos ítéletet, meg vannak számolva a napjai onnantól. És ne felejtsük, az okot is meg kell szüntetni, amely betegséghez vezetett. Ne járjunk úgy, mint az, aki összetöri a kocsiját, és akkor elviszi a karosszéria lakatoshoz, megbádogolják a kocsit, kiegyengetik, befestik, lakkozzák, csak éppen a fékeket nem vizsgálják meg, és valójában a rossz féktől ment neki valaminek. Ugyanúgy lesz a másik balesete máskor is, hogyha a féket nem javítják ki. Jó, ez egy ilyen mesebeli példa, de körülbelül így tudom szemléltetni, hogy miről van szó. Tehát az okot meg kell szüntetni, különben a betegség vissza is visszajön, hiába foglalkozunk a tünettel. Összetett dolog. Nagyon összetett dolog. De ugye az emberek megtanulhatják, és akkor használhatják. Tehát plazmavizet készített bárki, senki se tiltatja meg valakit, hogy vizet igyon. Senki se tiltatja meg valakinek, hogy igyon egy bizonyos vizet. Mondtam korábban, hogy Gánában ugye megkapták az engedélyt erre a plazmavízre, és van egy érdekes dolog ezzel a plazmavízzel, hogy bizonyos kombinációban, plazmavízek bizonyos kombinációjában az ember 5 napig, vagy 3 vagy 5 napig fogyasztja, és utána megszűnnek a cukorbetegség tünetei. Nem lesz cukorbeteg az illető. És jelen pillanatban Afrikában, Közép-Afrikában nagyon sokan vesztik el a ujjaikat, lábukat, kezüket, mert amputálni kell az elharapódzott súlyos cukorbetegség miatt, mert nem gyógyulnak a kis sebei. Bocsánat, de ezt liter számra kell fogyasztani, mert olyat is olvastam, hogy napi 3 kis kanál, meg ilyenek. Hát most nem az teljesen. Az érdekes, hogy nem kell liter szám belőle. Aha. Tehát nem, akkor mégis mi az a normális mennyiség, amit egy átlagos embernek érdemes fogyasztani, mondjuk a CO2 ganzból? CO2 ganz, cink ganz, CH3 ganz. CH3-at nem adunk annak, akinek daganatos betegség van, de cukorbetegnek lehet, hogyha nincsen daganatos betegsége. 30 ml reggel, 30 ml este, 30 ml... Tehát reggel, délben is este 30-30 milliliter a CO2 gazból. Tehát ez az a 4-4-1 30-30 a cinkoxid gazból, vagy 30-30 és 60 az este a cinkoxid gazból. Este lehet több cinkoxid gaz, akkor nyugodtan tud aludni. És hozzá a CH3-ból megint 30-30-30-at. Vagy este nem adunk belőle, csak reggel és délbe, és este viszont dupla adag cinkoxidot. Egyik lehetséges protokoll például. Értem. Van erről vonatkozó előadása Merán Kesnek, megjelenik az átirat, akkor az átiratból próbálom majd azokat a részeket lefordítani valahogyan. Ha volna valaki, aki önkéntesként az átírási
fordítási munkába besegíteni, az nagyon nagy szolgálatot tenni a közösségnek. Egyedül nem lehet mindent. Én ezért is kaptam meg az alapítvány a vízre az engedélyen könnyen és gyorsan. Ugye emberek használták. Akkor behívták a volt betegeket, hogy akkor mondják el, hogy a vizsgáló bizottságnak, hogy akkor mit tapasztaltak. Nagyon gyorsan, gyorsított eljárással megkapták az engedélyt rám. Nem csak mint élelmiszerre, hanem mint alternatív gyógymódra. Egyébként tudni kell, hogy Gánában ugye probléma ugye a vizek tisztasága. A folyóvizek túlságosan szennyezettek az illegális aranymosás, meg gyémántbányászat miatt. Ugye vegyszereket használnak, azon kívül ugye a higiéniai problémák is, ugye sok széklet kerül a vizekbe, de főleg az illegális aranybányászat miatt tele van mindenféle mérgező anyaggal a fő folyóvizeik mindegyike, és nagyon drága a vizek tisztítása, hogy ivóvizet tudjanak belőle létrehozni. És ezt már korábban is bemutattuk, hogy a gánai KES alapítvány csapat, közreműködve a gánai atomenergia ügynökséggel, kidolgoztak egy eljárást víztisztításra, ami GANZ alapú, tehát GANZ segítségével letisztítják a vizet, hogy a GANZ segítségével kicsapatják a vízből a benne feloldott nem kívánatos anyagokat. És ez sokkal olcsóbb, mint a klórozás, majd a klórnak az eltávolítása, és így tovább. És ezzel az eljárással jönnek létre ezek a vizek. Még egy kis megjegyzés itt, ami érdekes, hogy ott észrevették, hogy ezek a GANZ GANZ-ral tisztított vizek esetében a GANZ egy idő után, mondjuk 10 nap múlva ugye elveszíti a hatékonyságát, akkor ezt nem dobják ki, hanem visszahelyezik a GANZ-ot a vízkezelő berendezésből a reaktorban, amiben létrehozták a GANZ-t, és újra energizálják, és akkor újra hatékony. Ezt jó tudni azoknak, hogy GANZ-vizet készítenek. Tehát akkor folyamatosan gyakorlatilag nem érdemes előre nagy tételt lekészíteni, mert úgyis elveszti az erejét? Nem, elveszti az erejét, de vissza lehet energizálni, vissza lehet adni az erejét azzal, hogy kiszűrjük és visszatesszük abba a reaktorba, amiben létrehoztuk. Abba a GANZ-készítő dobozba, ugye az elektródák közé. Vagy egy ugyanabba, hogyha nem éppen abba. Ugye ez ott gondolja, hogy valaki nagy mennyiséget akar termelni. Tehát egy durván 10 nap az, amit még föl kell használni. Igen, de úgy, hogy ezt folyamatosan használják. Ezt hogyan állapítják meg, hogy vizsgálják, hogy mennyire tisztult meg a víz? Mert szennyezett vizet tesznek be, mérik az összetételét. És ugye az ezzel a módszerrel kiderített, kitisztított vizet is mérik, és hogyha a szennyeződés szint felment, azt jelenti, hogy a GANZ-ot újra kell aktiválni, de lehet újra aktiválni. Plazmával újra aktivált anyagot használni. A mezőkről tudni kell, ugye, hogy amikor kölcsönhatás van két plazma között, akkor ugye a mezőknek egy része az ugye nem cserélődik, hanem a környezet elnyeli. Tehát akkor a tapaszok sem működnek, úgy tudom, egy fél évig, hanem csak 10 nap körülbelül? Nem tíz nap, arra nincsenek méréseink. Mert az csak GANZ víz, ami a tapaszokban van. Használják a tapaszt addig, amíg érzik, hogy van hatása. Ha nincs hatása, cserélik egy újra. Hát nem kerül, pár forintba kerül az előállítása. Nem tudunk olyat, hogy akkor most mennyi a szavatosság ideje, de nem lehet összehasonlítani egy tasakba lezárt GANZ-t, amit néha a test fölé helyezünk, összehasonlítani egy olyan vízkezelő üzemmel, ahol több száz köbméter vizet tisztítanak naponta, vagy több ezer köbmétert. Esetleg ezzel a fagyasztásos módszerrel meg lehet nézni a sugarak energiát, amit kibocsát. Van rá lehetőség.
Tehát szeretnék a következő hetekben újra visszatérni az alapokra, vannak új emberek is, meg nem csak akik itt vannak személyesen, ugye hát pár százal megnézik később ezeket a videókat. Szeretnék visszatérni úgy tömören az alapokra, hogy egyik héten akkor a nanobevonatolást, azt még egyszer tisztázzuk, hogy hogyan, mert már nagyon sokféle elágazása van, anekdotikus vagy kitalált beszélgetésekből, vagy forrásokból. Tehát hogyan kell egy helyes nanobevonat csinálni, utána a GANSZ készítést, és így tovább, hogy az alapok meglegyenek. És utána jönnek az alkalmazások, hogy melyiket mire, hogyan használjuk. Mire használjuk a GANSZ, például, hogy használjuk a GANSZ, hogy megszabaduljunk a penésztől például. És jó lenne, ugye, hogyha önök közül is lenne valaki bátrabb, aki a saját dolgait megosztaná. Vannak emberek, akik csinálnak, nagyszerű eredményeket érnek el, de csendben maradnak. Merán Tavakolikes mesélte, hogy nemrég Gánában találkozott egy úriemberrel, aki nagyon hálálkodott neki, hogy hála a tanításainak az utóbbi fél évben egy fillért nem költött élelmiszerre, mert kizárólag plazmavízzel táplálkozik. És hogyan csinálja? Hát azt nem akarja elárulni, hogy ne tudják túl sokan. Megtartja magának. Hát nem ez a jó dolog. Mondja, hogy hát ha hallott egy előadást, és az megvilágosította, és onnan tudta, hogy mit kell csinálni. Kipróbálta, és működött. Vagy ne várjunk a jövő hétig? Menjünk át egy 20 perc alatt a nanobevonatolás rejtelmein? Persze. Jó. Reggel óta itt vagyok az asztalnál, úgy 4-kor mondom, ebédeltem reggeli helyett. Még bírom egy kicsit, úgyhogy nem probléma. Még a vacsora maradhat. Aha. A cinkoxidos víz megteszi. Pillanat, előkeresem a puskázat. Addig bemutatnék valamit, egy újfajta magravot készítettem. Nem tudom, hogy csak annyiból, hogy mi a véleményük a többieknek. Hova is kell ezt behúzni? Hogy is kell ezt bemutatni? Videó vagy képernyő meg aztán. Kép, csak kép. És megnyitni a képet. Igen. És miután megnyitotta a képet, van egy nagy zöld gomb alul, ami azon is share screen. Ja, igen. Megnyitja, ott van egy párbeszéd ablak, kiválasztja azt a megnyitott ablakot, ahol a kép van, és akkor rákattint a kék gombra jobb alsó sarokba, hogy share screen, hogy megosztás. Jön. Húha! Nagyszerű, bejött a kép. Magyarázatot kérünk, hogy mi ez. Mit látunk? Itt látunk tekercseket kémcsövekbe. Onnan be vannak drótozva valamilyen 4 darab kondenzátorhoz, illetve a bemenet-kimenet vezetékekhez. Igen, most találtam meg, hogy tudom a hangomat visszakapcsolni. Tehát megpróbáltam úgy csinálni, hogy ne kelljen körbe-körbe tekergetni ugye a kör alakú tekercseket, mert akkor sérül legjobban a bevonat. Most így tényleg úgy dugtam össze, ez úgy működik, hogy négy tekercs van egy csőbe. Ez egy tulajdonképpen egy műanyag flakonnak az előcsöve, amiből fújják a flakont. Úgynevezett előforma. Előforma, így van. És abban van négy cső, és le vannak nagyon alaposan bevonatolva. És gyakorlatilag összeérnek, de nincs köztük kapcsolat, tehát így
elektromos kapcsolat nincs. Ilyen vezeték nélküli. Igen. És akkor körbe megy ugyanúgy egyébként a fázis, teljesen körbe, és ez itt az előtérben látható a kondenzátor, ami szintén üvegcsőbe van elhelyezve. Erre rámérettem, már nem akarok furát mondani, nem tudom pontosan, hogy mennyi, de valami, akkor emlékszek, hogy volt egy előadás, amikor erről volt szó, és ahhoz képest is jó eredménye volt. Itt van egy helyi ilyen mikroelektronikai üzlet, és ott van ilyen mérőjük, és rámérettem erre a kondenzátorra. Nem tudom, mennyi mikrofarád volt. Tehát csak arra emlékszem, hogy amikor az előadás volt, akkor Sándor említette, hogy Kínában vagy Japánban csináltak kondenzátorokat, hogy nagyon jó volt a mérés eredménye. Ez még jobb volt. Hát én nagyon bízok benne, hogy ez így működni fog majd. Gratulálok. Ha beválik, akkor esetleg egy részletesebb rajzot, vagy több képet is. Igen, néhány napja pakoltam össze, most van a folyamat, ugye, hogy kondicionálás, szépen lassan, nem akarom elkapkodni, aztán majd látjuk. Nagyon jó, csak itt tovább. Csak ennyit akartam, köszönöm. Egy kérdésem lenne, János. Igen. És pedig a kondenzátor, tehát a külsejét, azt látom, belül mi van? Belül ugyanolyan tekercs van, bevonató tekercs. A kettő között üveg, műanyag cső. Tehát ez egy műanyag kémcső, de van. Tehát az üveg, a műanyag választja el a két. Nem zsírpapír, meg ilyesmi, hanem, tehát ezt lehet tenni közvetlenül a vezetékbe is. Tehát a fázis és a test közé is lehet tenni. Tehát itt bal oldalt rajzolnám, hogy van egy belső tekercs, és van egy külső tekercs? Igen, ami kívül van. És mind a kettő jó alaposan. Ja, meg még belül föl van töltve egy CO2 ganz, nagyon sűrű CO2 ganzzal, ami rászáradt magára a tekercsre. Értem. A külsőn pedig csak zsugorfólia van. Értem, tehát akkor ide még jön egy réteg zsugor. Kívül. Külső ré. Igen. Értem. Várjuk a fejleményeket, tehát amit eddig így tanulgattunk, abból... Érdekes lenne tudni, hogy hány mikrofaradus. Hát pont ezt nem tudom, nem emlékszem rá. Nem jegyezte le? Nem, hát ott nem volt lehetőség, az üzletbe vittem el, és kértem őket, hogy mérjenek már rá, mert nekem nincs ilyen műszerem. De pont akkor volt abban az időszakban egy olyan előadás, ahol Sándor említette, hogy egy japánok csináltak, vagy kik. Igen. Egy nagyon jó minőségű, és tényleg szenzációs értékek volt, és akkor mondta azt a számot, és azt tudom, hogy annál magasabb volt, amit ezek mértek. Tehát ezért bízok benne, hogy jó lesz ez a kondenzátor. Értem. Egyébként viszont a összekötéseik, az látható, ez a tekercses módszer, amivel a többiek, tehát ami bemutatásra került, ezzel próbáltam megcsinálni, csak ez úgy van, hogy párhuzamosan egymás mellett van a két szál, és előre egy 3 mm-es fúróra tekertem föl ezeket a kis rugókat, és úgy van ráhúzva a két másfeles drótra. Tehát nem szembe vannak egymással, hanem párhuzamosan egyfelől jönnek ki, és úgy van ráhúzva. De egyébként arról volt szó, hogy ez a bevonat keresztirányba nem vezeti az áramot, igaz? Tehát jó szigetelő. Tehát akkor aztán gondolkoztam, ez a módszer se tökéletes, hiszen itt is keresztbe érintkeznek a szálak. Tehát akkor ez se lesz jó. Tehát ez a módszer, ez a rugós módszer, és gondoljanak bele, itt is derékszögbe keresztezik egymást a szálak, nem. Tehát így nem viszi át az elektromosságot.
Nem? A tekercsnek a belsejébe a mező. Esetleg a mezők, igen. Hát talán a mezők, nem tudom. Hát itt az biztos, mezők, hogy... adják át. Nagyon remélem, hogy ez így fog működni. Értem, de hát rukkolok, hogy jól sikerüljön. Köszönjük szépen a megosztást. Hát még egy fél év, mire oda jutok, hogy itt valami eredmény lesz, de akkor mindenképpen bemutatom. Még olyasmit mondanék, hogy ha emlékeznek az Alex-féle elemnek az összetételére, hasonlít a mostani kondenzátorokhoz, ott több rétegben volt többféle ganz a külső és a belső fémek fegyverzet között. Méghozzá úgy, hogy ha a belső az, ami kap, az a gravitációs, a külső meg a mágneses rész, akkor a mágneses tulajdonságú CH3 ganzot a külső mágneses összetevőhöz közel helyezzük el, és a belsejébe pedig az oxidokat, tehát azok, amelyek inkább erősebbek és kapnak, tehát a CO2-t, a rézoxidot, a cinkoxidot. Ezt későbbi kísérletekhez mondom. Tehát jó az, amit csinált, nagyon jó, és várjuk, hogy milyen eredményeket fog kapni. Be fogok számolni róla. Jó, nagyon szépen köszönjük. És ha van még... Igen? Nem csak a torkomat köszörültem. Jó. Néha azért, mert szomjasak vagyunk, és nincs... Igen, mert már a többi két órája... Mellettünk a pohár víz, hogy elfelejtjük felemelni. Igen. Néha még azért, hogy jelezzük, hogy esetleg szeretnénk szólni. Igen. Egy pillanat, keresek egy... Többször leírtam már üzenetbe egy privát érdeklődőknek, hogy hogyan is, meg hogy készítjük a nanobevonatot. Egy pillanat. Csak megnyitom a... titkos jegyzetemet, amit nemrég írtam le valakinek. Még egy letetik, áprilisban írtam le. Angolul, és akkor így ma éppen a privát oktatásokon szó volt, hogy hát új szilabuszt, új tantervet írogatnak össze, és akkor többféle változattal indultak, ugye a nanobevonatolás, azt mondom, mert azt már leírtam korábban, azt szerint, hogy Meránkes mire tanított minket, és így ilyen 20 pontba foglaltam össze körülbelül a lépéseket. Lehet ennél több vagy kevesebb, attól függ, hogy mennyire akarunk a részletekkel foglalkozni. Tehát egy jó résznek egy jó nanobevonatolásáról van szó, és ahhoz szükséges, ugye, hogy a réz az egy jó minőségű, oxigénmentes, elektromos minőségű réz legyen. Tehát 99,95%-os réz. Hát ami villanyvezetékeknek szoktak gyártani, az általában megfelel ennek. A másik, hogy a felület tiszta legyen, fényes legyen. Sándor, egy pillanat. Igen. Nekem úgy rémlik, hogy én ezt lefordítottam. Ezt a 20 pontosat? Azt hiszem, hogy igen. Jaj, de jó lenne ezt előkapni. Hát de posztoltam a... Akkor föl van, akkor föl is van ez az... Az fönt van az oldalon. Az nagyon jó, akkor azt előkapjuk onnan. Én emlékszem, nézzük meg. Az eleje angol, a vége meg a magyar. Igen, de tehát az angolt is feltettem, hogy esetlegesen, hogyha valaki jobb fordítást csinál, tehát tudja, hogy honnan. Na, akkor nyitjuk meg onnan, egy pillanat.
Keresem. Én úgy emlékszem, hogy akkor még fel. Jó, lassan nyílik a böngészőbe a Facebook. Megvan. És akkor a kapcsolódó fájlok. Megvan! Nagyon jó. Osztom a képernyőt. És az egy Word dokumentumban van ráadásul. Jó. Tehát a tanulmányi csoportban van olyan, hogy fájlok, és a fájlokon belül na, azt mondja, itt van az angol része, és itt van a Szabó úr fordítása. Tehát az alapanyag az legyen lehetőleg oxigénmentes rész, nagy tisztaság. Ügyeljünk a felületre, hogy az fényes legyen. Tehát, hogyha rücskös, sérült, nem olyan jó. A tükörfényes felület volna az ideális. Vagy hozal, vagy tekercs, vagy lemez, vagy edény, az ugyanúgy érvényes. A felületet meg kell tisztítani, az oxid rétegeket, olajszennyeződéseket, új lenyomatokat, zsírfoltokat el kell távolítani. Tehát, hogyha például kapunk egy lemezt, ami nem új, nem fényes, de azért részből van és értékes, akkor azt lehet kifényezni legfinomabb csiszolópapírral például, vagy acélgyapjú dörzsivel, mi tudjuk fényezni. Utána pedig tisztítani kell, le kell mosni. Lehet sima konyhai mosogatószeres vizet használni, de utána öblítőnek mindig desztillált vizet használjunk, hogy eltávolítsa ugye a maradék sókat, meg a maradék mosószert és olaj, és az még foltmentesen fog száradni. Majd, hogy milyen dobozt használunk. Polipropilén tudom ajánlani, mivel a polipropilén az bírja a meleget, ütésálló, nem reped. Élelmiszer dobozok, élelmiszernek a tárolásra használt dobozok, nem azok a fóliás fedelőek, hanem a rákattintós fedelőek általában polipropilénből készültek. Ha rajta van ez az újrafelhasznosítási kód, azzal a háromszöggel, akkor az ötös számú jelenti a polipropilént. Nem érdemes túl nagyot használni. Akkorát vegyünk, hogy elférjen benne az a rész, amit szeretnénk bevonatolni, és ne legyen túl nagy se. Fedele legyen. Fontos lezárni az eljárás közben. A száraz doboz alját megszórjuk nátriumhidroxiddal. Jó a pikkelyes vagy granulátum. Fontos, hogy nagy tisztaságú legyen, tehát különböző minőséget lehet kapni. Valaki megveszi a 70%-ost, és nem tudja, hogy mi a maradék 30% benne. Persze nem lesz ugyanolyan minőségű a munkának az eredménye, mint hogyha 99%-ost használt volt. Fontos, hogy jelen legyen a kálium. A káliumnak van egy tulajdonsága, hogy 120 ppm, vagy 0,012%-a a természetben található káliumnak az enyhén radioaktív 1.200.000 éves felezési idejű osztódással rendelkező kálium 40-es izotóp. Tehát ez megadja azt a pici szikrát, ami szükséges hozzá. Ne fejünk, nyugodtan használhatjuk, tehát nem olyan radioaktív, még annyira sem, mint egy világító számlapú karóra. Viszont ez a pici kis szikra, ez szükséges hozzá. Tehát kálium legyen jelen. Lehet kálium sót, káliumkloridot használni, vagy káliumhidroxidot. Kevés kell belőle egy késhegyni, egy kanálnyi legfeljebb. Igen, mert ha sokat teszünk bele, akkor kék lesz a bevonat. Na most, így van. Na most a töménység, hogy mennyi vízhez mennyit teszünk. Ott van a dobozunk. Megnézzük, hogy mennyi víz fér bele. 2 liter, 4 liter, 6 liter. Lehetőleg, ha nem indokolt, ne a 40 literest válasszuk. Hanem annyit, amit tele tudunk tölteni egy alkalommal, egyszeri öntéssel, forralt vízzel. Tehát ez később fontos, hogy amikor ráöntjük a vizet, akkor egyszerre ellepi az egészet.
ne félig, mert akkor a felső fele elkezd befeketedni, és ott meg össze-vissza rendezetlen rétegek jönnek létre. Rendesen leforrázzuk a lúgot a dobozba, és el kell lepje a rezet teljesen, és a folyamat alatt, amíg a lúgos víz alatt van a réz, addig fényes fémszínűnek kell lenni, nem szabad feketedjen. Na most akkor vissza az hatodik pontra. Miért teszünk be egy cinkelbe vont vashálót, tehát egy csirkehálót? Hogy egy távolságot hozzunk létre a lúg és a fém bevonatandó fém között. Például, hogyha nem lemezre támasztjuk a részdarabokat, hanem fölfüggesztjük például egy pálcára, vagy egy kifeszített húzalra, akkor el is lehet hagyni ezt a cinkkel bevont vashálót. Ne ragaszkodjunk valamihez, amikor hogy megértsük, hogy mi a szerepe. Ne járjunk úgy, mint az a házi asszony, aki ugye látta az anyjától, hogy mindig félbe fűrészeli a csülökcsontot, egyszer megkérdezte édesanyját, hogy anya, miért fűrészeled el a csülköt, mielőtt főzni? Azt mondja, mert így tanultam a nagyanyától. Aztán találkozik a nagyanyával a leány, és megkérdezi, hogy mondd már, miért tanítottad úgy az édesanyámat, hogy fűrészelje el a csontot? Hát azt mondja, hogy jaj, kislányom, akkor a háború volt, akkor ostrom alatt volt Budapest, és nem volt csak egy két literes vazekum, nem fért volna bele másképpen. Jó. Tehát nem egy ilyen rituálé az eljárásból. Tehát itt a lényeg az, hogy a fontos, hogy legyen egy távolság a szilárd lúg és a fémlemezek között, valamint hogyha valami lepotyog az aljára, mert nehezebb, akkor az ne érintkezzen vele. Fontos, hogy a nanobevonatolás, amikor elkezdődik, és a végéig ne tapogassuk, ne mozgassuk, ne piszkáljuk a rezet, mert összezúzzuk a nanorétegeket. Erre ügyeljük. Tehát tehetünk egy részhálót, egy ilyen cinkelbe vont vashálót fölé például, de a lényeg, hogy ne érjenek a fémlapok közé. Hogyha befüggesztjük, ha fölfüggesztjük valamire felülről, akkor erre nincs szükség. Majd ugye behelyezzük a rézelemeket, azok ne legyenek össze-vissza, ne érjenek egymáshoz, és minél kevésbé érintkezzenek azzal a csirkehálóval se. Tehát, hogy mutatnék egy mintadarabot, most ez éppen nem részből van, de én így szoktam kialakítani például a rézlemezeket gonckészítéshez, hogy két oldalt bemetszem egy lemezvágó ollóval, tehát itt meg itt bemetszem, és utána felhajtom ezeket a szárnyakat, és úgy alakítom, hát puha, könnyű alakítani egy fogóval, arra a méretre, hogy így beférjen a dobozba, és megtámaszkodjon a szárán, ide pedig csavarintok egy fogóval, egy ilyen gömbölyű részt, és abban egyszerűen bele tudom dugni a húzalt, amivel összekapcsolom. Mint hogy fúrogassam, meg csipeszeket, meg kapcsokat, aztán, de nem kötelező így csinálni. Én mutatom a másik előnyét, hogy amikor ezt ráhelyezzük valamire, most a billentyűt használom erre, amikor ezt ráhelyezzük például a csirkehálóra, akkor tessék nézni, hogy nem érintkezik a felülete a támasztó felülettel, csak a szélei. Vagy egyszerűen behajthatom, ha nem zavar a forma, behajthatom így a sarkait, és akkor már van kis lába, és azzal megtámaszkodik egy sík felületen. Mert van, aki úgy jár, hogy ráteszi a csirkehálóra, és akkor itt bevonatolódik, és talán itt látszik a háló mintája, és ott nincs bevonat. Tehát ezt csinálják ügyesen. Akkor vissza a megosztásra. Jó nanobevonat érdekében ne érjenek össze az elemek, ne ütődjenek. A széleknél fogjuk, mint a fényes felületű fényképeket valamikor. Úgyhogy ne sérüljenek a felület se és a rétegek se, mikor már készen vannak. Fölforralunk annyi vizet, amivel egy pillanat alatt egyszerű öntéssel el tudjuk lepni az összes rézelemet. Fontos, hogy tudjuk,
hogy amikor a vízzel érintkezik a lúg, akkor az hőt bocsát ki, méghozzá elég hevesen. Sok gőz fog kiképezni. Nekünk meg a célunk egy, hogy bent tartsuk a hőt technológiai szempontból, biztonsági egészségügyi szempontból pedig, hogy ne lélegezzük be véletlenül se, vagy ne csapja meg az arcunkat az a lúgos gőz. Ha lúggal dolgozunk, olvassuk el a biztonsági adatlapon az ajánlásokat, hogy milyen biztonsági felszerelés kell, szemvédő, arcvédő, ruhavédő, lúgáló gumikesztyű, és így tovább. És fontos, hogy ne hajoljunk bele a lúgnak a gőzébe, ne lélegezzük be, mert szétmarja a tüdőnket. Ha még a szemünkbe kerül véletlenül, akkor megvakíthat egy pillanat alatt. Tehát vigyázzunk a biztonságra. Úgy kell beleöntsük, hogy rátesszük a fedelet a dobozra, és egy picit elfordítjuk, úgy, hogy csak a sarkát hagyjuk szabadon. A nagy része már le van borítva. Határozottan beöntjük a forró vizet, úgyhogy egy-két másodperc alatt a műveletet befejezzük. Tehát ne csináljunk úgy, hogy felét beleöntjük, aztán szaladunk a konyhába forralni még egy liter vizet, mert nem volt elég. Akkor már nem fog sikerülni. Tehát el kell lepje a víz egyszerre az összes fémet, ami benne van. Ekkor, ha ezt megtettük, rátesszük a fedelet és lezárjuk. Hogyha olyan pattintós fedelű, nagyszerű, ha nincsen pattintós fedelű, ráteszünk egy nehezéket. Például magát a vízforraló kannát, vagy a fazékat. És nem nyúlunk hozzá, hagyjuk minimum két napig, de inkább egy hétig. Ha nagyon egyenletes bevonatot akarunk, akkor fontos, hogy még nap se érje, tehát letakarhatjuk valamivel, hogy lesötétítsük. Hagyjuk pihenni. Amikor eltelt ez az idő, akkor le kell engedni a maló folyadékot, és hogyha lehet, akkor ne emelgessük a részdarabokat. Egy pillanat, keresek egy segédeszközt, mert ha nélküle csinálom, akkor már meg fogom szólni. Megvan. Egy személyes védelmi eszközt. Nem az igazi, de azért megteszi. És akkor videót be. Ugye védekezünk. Ne csak egy párat, kettőt húzzanak fel, hogyha ilyen orvosi kesztyűt használnak, hogyha kiszabadna az egyik, még a másik védjen. De legjobb lenne ilyen lógáló kesztyűt használni. Hogyan eresztjük le a vizet? Akvaristáknak van olyan szivattyújuk, hogy beleteszik, megpumpálják, és akkor így leszippantja. Vagy benzint is szoktak úgy leszívni néha. Én improvizáltam egy csődarabot, másfél méteres csövet, így kettőbe hajtom, megtöltöm vízzel a csap alatt, úgyhogy a két vége egymás mellett van, majd utána mind a két végét befogom. Az egyik végét leeresztem a vödör aljára, ami az asztal alatt van, majd az asztal fölött levő doboz tetején belenyúlok a folyadékba egy picit a hüvelykujjam, valamit kesztyűvéd, és utána leveszem az ujjamat, hogy levegő ne, de a lóg menjen bele. És akkor a víz súlya az szépen leszívja az egészet, csak úgy szépen be kell állítsam, hogy az edénynek az aljáig érjen. És akkor csak hagyjuk el, hogy leeresszük. És közben nem bolygatjuk a rész darabokat. A helyükön maradnak. Mindig hagyunk egy kevés lúgot, egy kevés folyadékot az edény alján, hogy párás legyen, nedves maradjon ott a környezet. Egy-három köbcenti az elég. Mindjárt, miután a lúgot eltávolítottuk, a rézlemezeken elindul a nanobevonatolás. Amíg még vizes, nedves, azonnal használunk egy voltmérőt például. Tehát ezt beállítjuk vagy 2000 millivoltra,
vagy 200 millivoltra védőkupakot levesszük, és akkor a két végével mérjük, gyakorlatilag így összekötjük a bevonatolásra előkészített lemezeknek a két legtávolabbi pontját. Hogyha egy tekercs vagy egy húzal, akkor a két végére tesszük. Hogyha egy lemez, akkor ide a két sarkára, átlósan, egyikre, másikra. Hogy az egész felületén egy irányt adjon az a pici nanoamperos vagy mikroamperos áram, ami ott keletkezik. Tehát nem kell elemet használni. A voltmérő maga az úgy működik, hogy vezeték, és sorba van kötve, egy nagy értékű belső ellenállása van, egy ellenállása, ami átenged egy nagyon pici áramot. Tehát nem ő adja. Az áram, a feszültség az létrejön a plazmatikus folyamatból, azzal, hogy ott a nedves lúgon ugye atomok felszabadultak, már a lemez különböző pontjain tudunk mérni különböző kis feszültségeket. Tehát néhány tíz vagy néhány száz millivolt. 10 millivolt, 20 millivolt, 50 millivolt, 200, 350. Ezek mind előfordulhatnak. Tehát ezt megcsináljuk minden egyes darabon, úgyhogy ezt az érintést körülbelül 5-10 másodpercig minden darabnál. Ezáltal kisütjük a feszültségnek egy részét, áramá alakul a műszeren keresztül. Ha nincsen műszerünk, akkor lehet egy ellenállás sorba kötni egy pár dróttal, azzal is meg lehet csinálni. Sima húzal is megteszi, hogy nincs semmi rajta, sima rövidzár. 5-10 másodpercig. Ezzel megadjuk azt a pici elektromos mezőt, ami szükséges, hogy egy irányba rendeződjenek az atomok a létrejövő nanorétegbe. Ha ezt nem csinálunk, akkor ilyen összevisszaság lesz benne, mint ahogy látjuk a télen az ablakon, a párás ablakon a jégvirágokat. Tehát elindul egyik irányba, másik irányba a rácszerkezet létrejötte, és akkor nem fog energia átmenni rajta, mert egyik ütközik a másikkal. De hogyha adunk egy iránynek, akkor valószínűleg lesz egy egyenletes nanobevonat, ahol meglesznek azok az irányok, amikre szükségünk van. Ez abban az esetben, hogyha energia célból használjuk, vagy egyenletes réteget akarunk. Ha egyenletes réteget akarunk, akkor egyszer csináljuk meg. Vagy különleges esetekben, például, hogyha ganzot akarunk létrehozni, vagy egészségügyben használt ganzokat, akkor ezt a műveletet megismételjük, tehát egyszer megcsináljuk úgy, hogy két véletlenszerű pontra tesszük, máskor 3-4 óra elteltével másik két pontra tesszük, és akkor az egyik réteg erre veszi az irányt, a másik réteg az újabb, az pedig arra, a következő pedig erre, és akkor egy nagyobb, szélesebb spektrumú nanoréteg egyveleg jön létre, és akkor gazdagabb lesz, különböző spektrumú szénnel lesz telített a szén-dioxid ganzon. Tehát ezt a polarizást mindenképpen meg kell csinálni, vagy egyszer, hogyha energetikai alkalmazást használunk, vagy pedig naponta 4-5-ször, hogyha például ganzkészítéshez készítjük elő azt a rész alkatrészt. Minden ilyen alkalom után, amikor ezt megcsináltuk az összes darabon, lefedjük újra, és akkor hagyjuk, úgyhogy abban a szép párás környezetben szépen érlelődjön a nanoréteg, növekedjen. Hát ezt mindjárt azonnal megcsináljuk, amikor ahogy kivettük a vízből a lemezeket, vagy hogy eltávolítottak a lúgos vizet. Tehát ez a kondicionálás, ami utána, vagy érlelés, ami ezután történik, ez minimum 2 hét, de inkább 2 hónap, hogyha jobb minőséget akarunk. Tudják, jó bort se lehet 2 hónap alatt létrehozni. Annak is kell egy kis idő, úgyhogy nanoréteg is olyan, mint az óbor készítése. Minél tovább több a türelmünk, annál jobb minőségű lesz. Amikor kész van ez a réteg, akkor leállíthatjuk a folyamatot, de nem azonnal nyitjuk ki, nem azonnal nyitjuk ki az edényt, csak egy kicsi résnyire,
hogy 2-3 nap alatt folyamatosan száradjon ki a doboz. Hogyha le akarjuk állítani végleg a folyamatot, akkor pedig a végén leöblítjük desztillált vízzel, hogy a lúgot lemossuk róla. Felhasználásig a nanobevonatolt lemezeket zárt dobozba egy kicsi pára legyen mellett, tehát egy 2 csöpp vizet teszünk mellé, hogy párás állapotban legyenek, és nem egymásra halmozva, ne nyomják agyon egymáshoz. Itt van még egy lehetőség, hogyha akarunk, opcionálisan választhatunk olyat is, hogyha akarunk egy még rétegeltebb bevonatot, akkor miután megvan ez a 2 hónapos vagy 2 hetes eljárás, akkor opcionálisan egy második bevonatolást is csináltunk, de itt már nem szabad alámeríteni a lukba a lemezt, hanem még csak nem is folyik, hogy lukot forraljunk fel, hanem azt is lehet esetleg, hanem én azt javaslom, hogy ez akkor működik, amikor az edénybe például itt egy pálcára vagy egy drótra föl vannak lógatva a részdarabok, akkor beszorunk ismét egy kevés lúgot, majd leöntjük forró vízzel, megint úgy, hogy a résnyire nyitott doboz sarkán, a tetedél sarkán keresztül, de csak egy keveset teszünk rá, hogy ne érje el a lemezeket, és ekkor ennek a forró lúgnak a gőze lesz az, ami folytatja ezt az eljárást, tehát így begőzöljük, és utána a gőzölés után rá egy napra megint megadjuk neki az irányt. De ez opcionális, hogy többször akarjuk megerősíteni ezt a bevonatolást. Hát így körülbelül ennyi volna. Tehát nekem vannak régebbi tekercseim, amin valószínűleg nem jó bevonat, akkor ezt meg lehet úgy csinálni, hogy újra bevonatolni? Igen, de ha nem jó az első bevonat, azt el kell távolítani róla. Na ez az, de azt hogy? Többféle módszer van. Az egyik, hogy fölhevítjük, aminek a hátrány, hogy ki fog lágyulni, amit nem szeretünk mindig, és utána hirtelen jeges vízbe tesszük, hát ha ledobja magáról. De van egy másik módszer, az elektrokémikus, minek hívják ezt a tisztítás. Megint rajzolnom kell. Tehát tegyük fel, hogy van egy réz lemezem, amin van egy bevonat, és nem tetszik a bevonatnak a minősége, akkor ezt beteszem egy olyan dobozba, hogy el tudja lepni majd folyadék benne, és akkor most ezt feketével rajzolunk, mellé teszünk, hoppá, nem lett színváltás, mellé teszünk 2 másik lemezt, egyiket jobbra, másikat balra, egyenlő távolságra. Tehát itt közöttük a távolság, az legyen egyenlő. És utána varázsolunk egy kicsit, mondjuk egy ilyen 20%-os lúgoldattal föltöltjük, tehát lúgot teszünk bele, ez lehet nátriumhidroxid, vagy lehet káliumhidroxid, ami éppen van, és akkor bedrótozzuk, méghozzá a következőképpen, hogy a tisztítandó, ami piros, véletlenül, arra kötünk egy áramforrásnak a negatív pólusát, a másik 2 pedig összekötjük, és rákötjük a pozitív pólusra, és áramforrásnak hát lehet vagy egy Góliát elem, vagy lehet egy más áramforrás. A fontos az, hogy körülbelül 2 volt feszültség legyen. Ne legyen nagyobb a feszültség, mert hogyha nagyobb a feszültség, akkor elég feszültség lesz ahhoz, hogy fölbontsa a lúgos folyadékot, és akkor rengeteg hidrogéngázt, meg egyéb gázokat fogunk gyártani, ami talán nem éppen a célunk.
a 2 volt alatt tartjuk, akkor minimális lesz a buborékolás. És így hagyjuk, hogy a középső lemezről a 2 oldalsó lemezre az elektromos áram és ugye a vezető folyadékba, egy vezető folyadékban van, és akkor itt közöttük az elektromos áram, ez itt a mínusz, az a 2 meg a pluszra van téve, az elektromos áramtól szépen átvándorolnak majd a felületen levő atomok, feloldódnak és bekerülnek ide a folyadékba. Most vagy rá tudnak tapadni, vagy nem tudnak rátapadni a 2 másik elektród, de az lehet akár rozsdamentes lemez, vagy bármi, ami vezet, lehet akár szén is, vagy akármi, fontos, hogy vezessen. És így eltávolíthatjuk a nem sikerült nanobevonatot. Ha tekert sem van, akkor már egy cifrában a helyzet, mert az kell, hogy egyenlő távolság legyen közöttük. Ugye külső résznél könnyű, a belsejével nehezebb dolgozni, akkor körbetekerünk egy lemez köré, és akkor ezt kötjük az egyikre, ezt a másikra, és akkor erre fele fog átvándorolni, mint a galvanoplasztiánál át fog vándorolni a fém a felső rétege a tekercsről, vagy a külső részekre. Úgyhogy, ha nem egyenletes a távolság, akkor meg az történik, hogyha ott van 2 ilyen lemez, akkor ahol kicsi a távolság, innen több rész fog lemenni, innen több rész fog lemaradni, emitt pedig kevesebb, és akkor az lesz az eredmény, hogy elkopik az egyik része a fémlemeznek. De ez is egy tisztítási módszer. Most kérdés, hogy a befektetett munka, energia, meg áramforrás, meg lóg az megér-e annyit, mint maga az elrontott darabnak a megmentése. Tehát mindent meg lehet menteni, vagy meg lehet javítani. Kérdés, hogy mikor érdemes. Hogyha ez nekem belekerül mondjuk 400 forintba, viszont az eljárás, hogy letisztítsam, az 2000 forint, akkor valószínűleg inkább egy újat készítek. De hogyha egy cifra bonyolult valami, ami nem sikerült, hát akkor úgy döntök, hogy talán érdemes. Elviekben azt a nano bevonatolt tekercset, ami félig meddig bevonatolt, vagy éppen rossz, fel lehet használni ganz készítéshez. Például. Tehát ganz készítés, ez nem kell feltétlenül lemez, lehet használni tekercset, mint a sertésfarka, ilyen kunkorodó drótdarabot. Lényeg, hogy fém legyen. Tehát nem kell feltétlenül lemezeket használni. Régen fagylaltos dobozba, literes fagylaltos doboz, kimostam, újra használtam, és akkor egy köteg ilyen lecsupaszított részhúz alatt nanobevonatoltam, az volt az, mint egy seprű az egyik végén, a másik végén megtettem egy másik fémből egy darabot, és akkor megvolt a ganz készítés. A legutolsó tekercsek, amik nem sikerültek, úgymond azok bent vannak ganz készítésre, befogtam őket, mert... Ha meg nagyon sok van, úgy kilószámra, akkor el lehet vinni a mélybe. Vagy minek hívják most a cégeket. Tehát ki nem dobunk semmit, az igaz. Na, úgy röviden így ennyi volna, ezt a fájlt meg lehet találni a tanulmányi csoportnak a Facebook oldalán. Ajánlom, használják. Van-e még kérdés már, hogy engednek engemet is vacsorázni esetleg úgy? 2 és 3/4 óra bemutató után. Jó étvágyat kívánunk! Köszönöm! Köszönjük. Jó éjszakát! Köszönöm! Kellemes hétvégét mindenkinek! Nyugodalmas hétvégét! Még egy annyit fűznék hozzá, Tóth János már el is húzott, akkor mindegy. Na. Hát, hogy azt a kék lúgót, azt kár eldobni. Az is jó ám valamire. Jó éjszakát kívánok. Jó éjszakát. Köszönöm szépen a részvételt. Találkozunk a jövő héten este 8-kor. Rendben. Jó éjszakát. Jó éjszakát.